Tengerségesen mélyt tisztelt, üdvözlök mindenkit, hölgyek, hogy már megint ide vett bennünket az a mocskos fene, hát itt olyanok vagyunk, mint a nem is tudom, micsoda vírus, hát éppen, hogy aktuális, akkor vagy mint a koronavírus, így hébe-hova visszatérünk éppen, amilyen kedvünk van, ahhoz mérten, hát kérem szépen, délelőtt van még, hát nagyon-nagyon ritkán történik olyan, hogy délelőtt felbukkanjunk, de hát azért néha megébredünk mi is délelőtt, tehát a rockstarok élete ugye nem móka és kacagás, mint a törpéknek, úgyhogy igazából pontosan időben landoltunk Bahreinbe, ismételten, hogy folytassuk a menetelést, és akkor hát egyértelmű módon a legnagyobb kérdés, hogy Krisz kollega mennyit tudott fejlődni, mert egyébként rendesen nekiült itt a dolgoknak, és éjszakában nyúlóan már-már tesztelte az autót, mint hogyha valamiféle titkos Pirelli teszten venne részt. Aztán ki tudja, lehet, hogy tényleg titkos volt, meg Pirelli teszt is, de ami egészen biztos, hogy a kollega ma is itt van velünk, hogy elkápráztassa a szemünket, és talán, hogyha megkérdezik, hogy itt dobtad el, akkor az nem az a fog válaszolni, hogy eldobja az autót ismételten, hanem valami értékeset mutat a két szép szemünknek. Itt van velünk Krisz, szervusz! No, hát bízok benne, hogy nem azzal fogok bemutatkozni megint. Hát pedig nagyon-nagyon szép jelenet volt, hogy te mondjak. Ja, Istenem. Na jó, hát a tegnap ott eléggé sok minden történt. Szervusztok, srácok, szia, FS, Wolf, Ricsi, Mátyás, a betyár, mindenik neki, ráadásul Mátyás volt az első. Úristen, valami külön díjat kellene neki kitalálni, bármint az elsőknek. Nem tudom, Kriszt fizet nekik egy gombócfagyit, bármely, ja, nem tudom, mennyibe kerül egy gombócfagyi. 300 forint körül van most. Na tessék, akkor a büdzséből kijön. Egy kicsit elvesz az Alfától, max kicsit rosszabb lesz a motor a Ferrari részéről, tehát az meg már nem a te bajod, ugye? Hát aztán rájön a hűtőjét megörököltem, úgyhogy a bolyék én okodokottam. Jajjaj, jó van, jók ezek az Alfás igazolások akkor, ha csak ugye nem maradt a Räikkönennek a hűtője a Ferrari, hát ezek szét magával vitte. Srácok, túl vagyunk a sprint futamon, és hát jobb volt, mint amire számítottam. Szerintem legalábbis baromi izgalmas volt, nem tudom nektek mi a véleményetek. Neked, Krisz, hogyan értékeled a sprint kvalifikációt? Hát izgalmasabb mindenképpen, mint egy harmadik szabad edzés, de szerintem nem nagyon van létjogosultsága. Ez a szerény véleményem. De az a rossztól messze volt. Kockázatok vannak benne. Hát nem mondom, igen, hogy rossz, de sok benne a kockázata a főversenyre. Hát nyilván. Ja. Na, hát ez már csak ilyen, nem tudom, mit fognak is megtartani, meg az új szabályokra mit fognak egyáltalán behozni, de hogy ez lesz a járható út, azt nem tudom. Egyelőre nem tudik túlságosan biztosnak. Ha hébe-hóba visszatér, akkor talán, nem tudom, már meglátjuk. Ricsi szerint izgalmas volt. Szegény Perez, én nem sajnáltam. A karma megette, mint a fenét. Úgy kellett neki, csúszott keresztbe tapsikolta, hogy hogy volt, testvére, hogy volt, ügyes voltál. Na, de hát nem, a kár öröm, az rossz öröm, és lehet, hogy ennek kapcsán most majd egy is dobom az autót valamik részén a pályának, de hát akkor majd csak magamra tudok vetni egyedül. Úgyhogy, ja. No, kérem alásan, én azt állítom, hogy átmehetünk Bahreinbe, ismételten, és magunkévá tehetjük a pályát újra. Ugye tegnap ledaráltuk a két szabad edzést, úgyhogy mára maradt még nekünk a harmadik, az időmérő edzés, ugye hát bár fullos, de azért van a kétségém afelől, hogy a Q3-ba bármelyikünk is bejut,
Na, mondjuk a fene se tudja, meglátjuk. Chris itt most ment 2000 kört Bahrainbe, én meg egy alpinnal vagyok, úgyhogy igazából félig meddig garantáltnak kéne lennie. Az első szabad edzésen annyira nem tűnt rossznak a tempó, aztán ugye a másodikon már viszont problémásabbak voltunk, mert konkrétan előttünk végzett mindenki, még Mazepin is, mármint hogy a lányosok közül mindenki, úgyhogy nem áll jól a szénánk, talán félig meddig valamennyire. Mire ezt kimondom, Chris visszatér a lobbiba, oszt, akkor neki is eredhetünk a harmadik szabad edzésnek. Kinézi majd a mai futamot, hát ki nem? Könnyebb lett volna felsorolni ezt a néhány embert. Szervusz Bence, szia Mogyi. Hát kérem szépen, mik történnek itt? Azt hiszem, hogy még most sem lehet több practice programot menni, úgyhogy nem tudom, egy kicsit a vérfrissítés miatt talán körbegurulászunk egyszer-kétszer, de én szinte biztos, hogy benne, hogy ennek a harmadik szabad edzésnek nem lesz itt túlságosan hosszú élete. Aztán majd meglátjuk, hogy Chris mennyire akar itt ezzel bajlódni. Ki tudja? Nekem még megmaradt két programom, úgyhogy ezt majd gyorsan bezavarom. Hát akkor tessék sietni, mert köt minket az idő, ne vicce. Itt menni kell mindenhova. Nem, egyébként. Mindenre van idő, kivéve amire nincs, ugye? Egy-két padlólemes sérülés is. Igazából már kész is van a harmadik szabad edzés. Szia Patrik! A töltés az nem sokat változott. Azt mondja, Chris rám vár, waiting for you. Úristen, de romantikus. Meséltek. Na, hát nekem csak most töltött be, úgyhogy ne haragudj. Szia Zalán. Jó, van csodálatos. Jó a live. Hát már nem történt semmi, de köszönjük szépen. Nekem is tetszik. Ennél csak jobb lesz. Hát hogyne, hogyne. Főleg mikor fölbögnek a motorok, Chris még egyszer kicsit eldobja, elmegyünk mellett, intünk neki. Minden szép és jó lesz. No, hát ugye tegnap teljesítettünk a magunk részéről majdnem minden practice programot fullosan a boostokkal együtt. Egy-két helyen maradt ki a boost, igazából pont, hogy két helyen. Ugye itt a pályán való ismerkedésnél az engine power, ami hát azt kérte tőlünk, hogy az átlagsebességet üssük már meg a kanyarokba. Aztán az RS management ott meg alapban nem sikerült semmi, mert túl lassú volt az autó, viszont a boostokat már megkapjuk elméleti síkon. Úgyhogy azzal igazából nem lesz probléma. A többit meg majd meglátjuk. 34 fokos az aszfalt, 27 fokos a pályahőmérséklet. Kettő szettünk van a harmadik szabad edzésre, az egyik 17%-os, avagy ugye már kopott kemény keverék, a másik pedig a még friss lágy. De hát ugye minél több lágyat hagyunk meg magunknak az időmérő edzésre, annál többet próbálkozhatunk majd a továbbjutás érdekében. Szia Lacika, szervusz Tori Montana, tiszteletem uram, tiszteletem. Na nézzük, ki megy ki a pályára, senki. Én már megyek. Csend és hullasszak van, és íme. Az úriember, a mester. A gumimágus. Szigorú tekintettel, 13. helyen. A 13 egy nem szerencsés szám minden esetben. Remélem nem nézel. Ja nem, de hogy is. Jó. Miért tennék ilyet? Onboardot meg pláne nem, á. Miért is? Dehogy is. Na, ez egy nagyon-nagyon karakterisztikus kanyar itt, ami itt érkezik, ugye emlékezetes marad több mindenből fakadóan, és óvatosan lép a gázra, finoman. Még ne. Most mehetsz. Jó. Ez igen. Jól van. Szia Márton. Ügyes. Hát fejlődött a fiú, kérem szépen. Meg kell mondjam, de vagyok nyűgözve. Krisznek ugye kettő etapja maradt a szabadidős programból. Az olyan, mintha az OTP szép kártya mondanám a szabadidős zsebet. Ki tudod belőle használni itt a nyarat. Vagy itt még amikor Bahrainbe jártunk, nem is ott nyár. Úgyhogy igazából mindegy, csinálj mit szeretné a barátok. Szép kis hangja van ennek az Alfa Romeo-nak. Teljesen menj ki Bonx utca körre. Előbb megnézik a főnököt. Nem már. De. Nincs mese. Te magadnak van a szótár, hogy sikérdezi Márton? Milyen antiszociális emberek van? Jézusom. Nem.
Lehet, hogy Ricsi szokott magával beszélgetni, de... De nem. Még mindig nem értem, mi a bajod a Hamiltonnal. Úristen, már igen, előről kezdődik az utánnap. Úristen. Előre félek. Jönnek megint a... Hülye szövegek. Közöket a paplan fölé. Jó reggelt, Viktor. Vagy hát jó delet, ki tudja, ilyenkor amit kell köszönni. Lát, kigyorsítás, kis megcsúszás, de korrigálta. De korrigálta. Enyhe balos, ott tartja az autót, kicsit csúsztatja, ötösbe gyorsít ki. Altat, altat, rányom az overtake-re, majd vissza. Kissé közelíti csak meg a rázókövet, úristen. Itt már nem lehet hibázni, jó reggelt, Wolf. Most keltem, de ide jó dolgod van neked, azt a kurva élet. Megnézzük még egyszer ezt az erős programot. Let's get a few laps under our belt. Attól tartok, hogy ettől függetlenül sem lesz az RS practice program sikeres, mert hát nem sok minden változott az autón, és most elmegy egy újabb szett lágyunk, de nem baj. Egy próbát azért megér. Chrisen kívül egy Ferrari is kint van a pályán, ez valamit jelenthet, talán egy Ferrari szerződések nézelébe a Chris kollega. De izgalmas. Egy szép hangon ennek az Alpinnak, kérem szépen, szépen szívja azt, amit szívnia kell. Sípolni fog egy kicsit a fülünk, de hát ez a legkevesebb. Igazából ez ilyen fizikai hadviselés Chris szemére hatóan, mert valaki ugye mondta, hogy idegesíti a DC-nek a csipogás, amikor nyomom a push-to-talk gombot, úgyhogy azt kivettem, úgyhogy Chris most hallja minden egyes lélegzetvételemet és a visszaváltásokat is, úgyhogy megzavarjuk a fiút, nem engedjük győzedelmeskedni. Nagy pek, hogy nem tudok róla csúnyákat mondani, mert hallja, és egyből vissza tud vágni, az meg nem vicces. Legyünk őszinték, az nem vicces. Vicces az. Te koncentrálj az egyenesedre inkább. Itt most rivalizálásról, itt nem vagyunk barátok. Ez egy másik dimenzió. Itt te vagy számomra Rosberg, mondjuk a Hamilton vagy fordítva. Nem tudom, ki utálta jobban a másikat. Ha tehetném, megtekergetném a bimbót. No, kérem szépen. Amúgy igen, kölcsönös volt valószínűleg. Jó, én tényleg elfelejtettem, hogy nem látok ettől a kis rubrikától. Első leggyorsabbak vagyunk. Hát Chrisnél le van tekerve a motor. Altat, én mondtam. Én megmondtam már srácok az elején, hogy altat. Mindjárt az időmérő edzés majd az Alfa Romeo-val, és akkor... A Coop ezen szakaszában... Tessék? Én is attól tartok. Ja, hát akkor kilépek, azt most mondom. Akkor ennek a Coopnak itt is most vége. Köszönöm szépen a követést. Üdv errefele. Ja, egyébként tényleg 600-an lettünk, srácok, azt a kutyafáját neki. Köszönöm szépen, nagyon cukkerek vagytok. Egyem a lelketeket megfele. Annyi most nem vagyunk messze a kellő deltától. Pirosból vissza kellene majd hozni valahogyan a mérőeszközt. A delta az nem lesz rossz annyira. De nem fog visszamenni, át, meg se indul, nem hogy a zöld közélebe kerüljön, most indul el. Nem volt jó. Lilótós a szektor. Leclerctől csak fél másodpercre vagyunk. Their best lap time is a 1:28.1. Ajajajajajajajaj. Te figyelj csak, igen, azt akartam kérdezni, mint egy Alfa Romeo, hogy nekem sárga zászlót jelezne, mi történt? Hát levezetőkörön voltam már, de azért megcsíptam a kerékvetőt, biztos, ami biztos. Megnézte, csúszik-e még? Aha.
van-e még benne víz? Ja, ez az eső miatt mi? Éjszaka itt esett a sivatagba. Nekem ez az RS, nekem nem nagyon akarok kiadni. Sajnos. Sikerült, most csináltam meg. Jó, ezt nem hallottam. De persze, hogy sikerült, olyan erős motor van abban az Alfa Romeo-ban, hogy összeteszem a két kezemet. Enchanté, enchanté. Baguette, Marseille. Már tudok franciául. Nagy kár, pedig jó kis pontocskákat lehetett volna innen kiszedni. De ez a fránya. Ez a fránya RS Management, ez nem adja. Nem túl erős a motor még mindig. Kanyarokban annyira nagy baj nincsen. Inkább az egyenesekben. De ott nagyon. Okay, test over, but I'm afraid we didn't get what we needed. We're gonna have to run it again. Szia, Vivi. Mennyit írtatok, gyerekek? Hát itt komoly eszmecsere folyik. Vettel és Mihály Schumacher a király. A nagy francokat. Max a legjobb. Jaj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 
Szervusz Dominik, szia! Szia, szia! No, hát akkor mi itt most csücsülészünk egy kicsit, megnézzük a köridőket. Igen, hát itt semmi tanulságos nincsen, a középső szektor mi gyenge nagyon. Sajnos, pedig az a kanyargósabb rész a pályának. Vettel az első, egy másodpercet vert rá a Leclerc-re. Mi az atya úristen történik itt az Aston Martinnál? Miből van itt? Azt a mindenit. Vettel. Hát mindjárt bajnok esés autóba csüccsen. Hát ez egészen meglepő. Ráadásul még a leggyorsabb is. 333 km/h-val ő a leggyorsabb ember a pályán. A második, az szintén 333-mal Ricardo, Chris pedig a 323-as végsebessége az ötödik. Ott még majd följebb lesz nem tekerve az ez az Alfa Romeo, nem kell félni tőle. Több mint biztos, hogy, vagy valószínű, hogy ott meg az jó nekem. Kis tartalékok, meglátjuk hamarosan mennyi. Az elérhető 750 pontból csak 500-at szereztünk, az a mocskos RS management ez nem adja ki. Meg hát ugye valamelyik nem lett tökéletes. Nem tudom melyik. Szóval írja. Ki tudja. Ja, az 5x5 az lett a kimaxolós. Ez nem, és hát nyilván az RS management sem. Tegnap a csávnak igaza volt, az F2-ben 10 perces büntetést kapott valaki. Hát mit kell azt csinálni, hogy az ember 10 perces büntetést kapjon? Azt nem tudom, én még olyat nem láttam. De miért nem zárják akkor ki? Hát nem ugyanaz? Nem is értem. Hát ja. Fél órás versenyen 10 perc. Fú. Mondjanak a top 3, Russell, Verstappen és Hamilton. Szerintem csak menj ki körözgetni, így ez így elugonalmas. Hát hogyha egy szabad edzéstől várunk izgalmat, akkor valószínűleg friss akasztatjuk magunkat. Fölöslegesen meg drága pszájkobácsi nem használja el az erőforrásokat, mert aztán nézzünk, mint fasz a lakodalomba. Szervusz kontroller. Négy plusz körbe volt, hát de ezért mondom, hát az rengeteg, az a 10 perc. Simán ki lehetett volna zárni is inkább akkor. Érdekes. Megcsípett valami szúnyog. Hát nem fér a bőrébe.
Hívja a véren. Ja, látod, rám küldte az Alfa Romeo. Jó van. Egy kibertechnika azért nem megengedett. Lehet az is nem egy szúnyog volt, hanem valamiféle adatolvasó eszköz. Kicsípte belőlem az adatokat. Már 10%-os az ICE. 32 kört raktam bele, az egyik érdekes. 32 kört mentem? Mi a szar? Minek mentem ennyit? Érdekes. Hát nem tűnt annyinak. De ez a harmadik, Hamilton átvette a vezetést közben. 63 ezer, de mindezesen csak a Vetteltől. Atya világ. Atya világ. Mi a véleményed az új F1-ről, kérdi a kontroller úr? Hát nekem amúgy tetszik, szerintem fasza lett nagyon. Nyilvánvalóan, hogyha az a bug az ilyen állandós, hogyha nem tudom, kicsik a csapattársad, akkor valamiért random, vagy nem az én, hanem az egyik ajnak csapattárs, akkor random az utolsó helyre rak, az mondjuk érdekesen hat, de hogyha nincs ilyen probléma, csak ilyen átmeneti, akkor igazából ezt leszámítva majdna, hogy nem egy tökéletes játék, tehát szerintem. Antonio de la Rosa Giovinazzi megelőzött bennünket. 300-dal. Úgyhogy ha meg akarod venni, akkor simán ajánlom, mert amúgy nagyon menő lett. Akkor kétszer vett meg egymás után. A három legjobb szektor eloszlik két pilóta között. Hamilton csak a középsőben a leggyorsabb. Az elsőbe kap egy picit, 6000-et. Középsőben egy picit többet, majdnem 5-öt. Szárnyalnak ezek az emberek itt, kérem szépen. Következő játékot már várom, mert lesz új grafikai motorja. Na tessék! Aha. Na. Én mondtam neted rá. Látod? Én mondtam. És most ott... Picit muszáj. Ráhúztad az autó alját, a rázókörre kicsit szikrázott, és kíváncsiak, hogy most sérültet fogja neked jelezni. Valami mindig egyébként ilyenkor történnek a balesetek, ahányszor rákapcsolom vissza én Krisz kollégára. Nem tudom, mi történik. Tessék? Ez is bugos szerintem. Ahogy rám kapcsolsz, elmegy a tapadás. Hát igen, igen, hogy ne. 10-ét küldtök rám, szúnyogokat, itt kinyírni az adatokat, én meg ilyen kicsúszásgátló vagyok. Ez, hogyha nem vagyok rajtad, akkor működöm, ha rajtad vagyok, akkor nem működöm. Érted? Vagy hát igen. I think Ericsson hit us. Ujjjjj. Ujjjjj. Berosztoltak. Ebbe a szelleme. Belementünk az egyik, mi az, Mercedesbe. Menj ki, menj egy leggyorsabb kört, az csá. Hát hogy lehet, ez így működne, én nekem a leggyorsabb, szóval se róla. De egyébként most pont ezt akartam tervezni. Ujjaj, most majdnem is megforogtam, banyek. Mi a szar történik itt? Kivittem a zászló, vagy ez táblát. Hát semmi tapadásom nincsen, pedig melegek a gumik. Jön egy Hamilton mögöttem, amit elengedjük, mert amúgy jön az FIA, azt megbüntet 8 versenyre. Te is kapsz 10 percet. Én is kapok, hiszen... Pedig én nem csátom semmit. Standardon hagyjuk a fuel mixet kicsit, hadd fogyjon, mire odaérünk a célegyenesbe. Chris kollega a 11. jelen állás szerint, Mazepin a 7. Hát mi a szar történik itt, kérem szépen? Mik ezek a szabad edzések? Mi lesz itt a valós erős sorrend? Ez nagyon érdekel engem, mert eddig nem tűnik valami nagyon reálisnak, ami mondjuk nem feltétlen baj. Használt lágygumikon vagyunk. Ami miatt elvileg lassabbak leszünk valamennyire, mint az első próbálkozásnál. De cserébe kompenzáljuk magunkat azzal, hogy hotlap módba veretjük végig.
Ha Mazepin sikerül megelőzni, akkor már nyert tudjunk, mikor nem leszünk utolsó. Ugye? Ilyenkor nyilván az overtake az jobb hatást gyakorol az egyensúly az autókra. Itt lesz most az előny a kanyarokba feltél, hogyha nem dobom el. Mert megint ott az eleje egy picit. Kanyarba érkezvén. Nincs tapadásom, semmi tapadásom nincsen, ez nagyon furcsa. Ebből lehet, hogy nem lesz a vitás. Sőt, szinte biztosra mondom. Ezek a lágyasok, ezek egy gumisok lesznek, vagy egy körösek lesznek. Semmi tapadás nem marad a második körre, de már a kivezető körre sem. Már taktikai infót nem osztom meg a nagy ellenségünkkel, vagy ellenfelünkkel, de azt hiszem biztosan kijelenthetem, hogy lágyjal a büdös életben nem fogunk menni már helyenbe, mert semmi értelme annak az egy körnek, amit itt el lehet vele menni. Hát két langyi kört mentő, és már 30%-osak az elsők. Hát semmi tapadásom nincsen már konkrétan. És nem az van a baj, hogy 30%-os, hanem az, hogy nincsen tapadás nyilván. Ez Tokyo Drift. Erről nem baloszolok. Ma lesz verseny is, vagy csak időmérő? Nem, ma lesz minden. Minden is. A végén vetkőzünk. De az a fizetés oldalon lesz már az óval kezdődik, és Nilifenszel végződik. Ott már azért 30 ezer dollár per hónap a feliratkozási díj. Az kicsit drágább, mint a YouTube. De igazából Krisz miatt van, mert nem tud. Meg, tehát neki muszáj a botoxok, meg az ilyenek. Azok pénzbe kerülnek. Én majd a 22-es játékot veszem meg az F1-ből. Hája, azon mondjuk sok változás fog tartogatni. Hogyha valaki akkor is azt mondja majd, hogy semmi oldalság nincsen a formányban, annak majd lehet mutatni, hogy hát autók amúgy mások, kis köcsög. Baszki, csak 12-re jöttek ott, és a 10. vagyok. Hát ez nem lesz jó. Nándor is jön. Ő már kivezető köröm, nem, hogy gyors köröm van. Na, Nandi. Hogy ne, egyszer simán multizhatunk majd. Neked nem engedi a karriert. Hát egy kicsit érdekeskedni kell vele, nem tudom, nekem se találta meg Kriszt. Kriszt talált meg engem igazából, és akkor így történt a csoda. Így tudunk most játszani. Még hány etapod van hátra? Ja, én azt már befejeztem. Ja? Kijöttem még a lágyakon bohóckodni, amíg te bohóckodsz, úgyhogy most várj meg engem. Megvárlak, de én nyomok egy retire-t. Ilyenkor nem történik semmi, nem csak retire-be leszek. Majd kiderül. Akkor most kiderítjük ezt is, tesztük a játékot. És ki az Ricsi? Ja, lettél barátom a csetem, hát ez nagyon romantikus. Ó, és kékkel, szép kék, babakék színnel. Mutatom azt is, hogy Mercedes színnel jelzi, hogy kik vannak boxban. Nagyon vagány. Alonso hova fog jönni? Nándor. Most fordul rá pont a cél egyenesre. Hermanos Rodriguez-ez Fernandosos Alonsos. A hetedik? 25-9. Mi 26-9-et jöttünk. Mi a szar? Butára vernek minket szabad edzésen, Krisz, ezek a fajankók. Ebből baj lesz. Hát ebből baj lesz. Még Schumacher is megelőzött. 11-dik. 3 tizeddel gyorsabb, mint én. Az már csak ráadásul Mazepin is. Csak azt meg se akarom inkább megemlíteni. Nézd, milyen új fűcsörök vannak itt errefele. Van bármi új? Tire. Ez igen. Fast test lap leader. Új, de menő. Hát akkor itt semmi újdaság nincsen. Semmi baj? Ez igen.
Chris visszatér a boxba. Úristen, lehet, hogy hamarosan elérkezik az időmérő edzéshez. Újjúj! Két Mercedes az első helyeken, Norris utánuk Vettellel karöltve. Nagyszerű. Chris barátot visszatolják, visszavonult az eseménytől. Kinyerte a szabad edzést. Valtteri Bottas 9 tizeddel Hamilton előtt. Jézus ereje! No, barátaim, testvéreim, híveim, tesóim, és még ami van ilyen hülye becézés, eljutunk lassan, de biztosan az első szabad edzéshez, vagy az időmérő edzéshez. Ki jut tovább, ki esik ki, ugye? Négy ember búcsúzik, 15 bejut. Akkor 5 ember búcsúzik, majdnem, lényegében. De csak majdnem. Majdnem, pont annyi. Új, Nandi, hát mennyi pontot szerzett? 625-öt, mi csak 550-et? 1925 pontunk van. Hííííí. Hát Andor bedurrantott itt az izmokat, kérem szépen. Azt a betyárját, Q1. Hűha. Motorerőnél kellene valamit fejleszteni, mert nagyon-nagyon hátra vagyunk esve. Föl kell venni itt a versenyt mindenkivel. Nem is tudom, hogy van-e oda fejlesztésünk ígérve. Kaptunk üscsit. Se smiley, se semmi. Ó! Nem van nagyon szigorú. Ráadásul olcsóban kapjuk meg a... ezeket a... nem tudom mik ezek. Ezeket a szépségeket. Szelepek. Gondolom én. Emma szigorú. Uh-huh. Mit mondott neked? Sok szerencsét kívánt és szavasz. Úristen, lehet, hogy kicsit akkor vissza kéne menni a fizetéséből, mert nagyon-nagyon fönnhordjázol. Meg akkor nevem ezeket a nőket. No, kérem szépen, én készen állok. Én készen állok. Fejlesztettünk, hogy mit, azt nem mondom meg. Szerződésben van írva, hogy Krisz nem nézheti vissza az adást. Úgyhogy, ha megszegi, pereskedünk egy évig. Majd Anteren kívül megegyezünk egy jelentősebb összegben. Az igen. Az ott igen. Tony Montana. Tony Montanának a profilképe a szökésből a csávó. Bárhogy is hívták. Hogy hívták a szökésben a csávót? Nem tudom, nem néztem. Neve volt, én se. Nem tudom. Ilyen, mint hogyha telézése, fasz a becézése lenne a... nem, bárminek is. Schofield, tényleg, tényleg. Új, húzzon fel ám a sisakot! Ráment a fejemre, nem túl nagy. Na! Nem jön az eső, csak 9% eséllyel. 2% eséllyel jön majd a versenyen. Hát a szabad edzések alapján nem állunk jól, semmiféleképpen sem. Nandi azért oda durrantott, meg sok szép pontot szerzett, de sajnos mi még gyengélkedünk ezzel az Alpinnal. Okay, let's go. Hát Nándor is így kezdte, visszatérés alkalmával, Okon butára verte, aztán most meg Okon nincsen sehol. Legfőképpen azért, mert a helyre ültünk. Egy Haas a pályán, egy Mercedes a pályán és egy szép Alpin a pályán. Hű, de izgalmas. Többiek kivárnak, talán arra, hogy gumizódjon a pálya. Itt most nem lehet hibázni, srácok, hát ez a Q1 innen, hogyha nem jutunk tovább, akkor most bontsanak velünk szerződést. Ezt van, aki vegye föl! Ugye a Q1-ben tök mindegy, hogy gumival megyünk, semmi köze nem lesz a versenynek hozzá. Mert a Q2-ben lesznek majd számítósabb dolgok. Tehát, hogy az Alpina átjutnánk a egyáltalán a Q1-be, a Q2-be, és hogy onnan aztán Q3-ba. Közepessel kellene, ugye? Szerintem lágy az pont arra, hogy elfeküdjön rajta az ember a szúnyókáján egyet, mint a Räikkönen. Pierre Gasly. Szerintem meg akar minket előzni. Aki nem jut abba, az bú. Na hát, Ricsi, hogy mondtad ciért? Ennyi. Hogy mondtad ciért?
azt a nyomdafestéket nem tűrő mindenütt neki. Na, Pierre úr egy kicsit lemaradt, aztán majd egy cilegyenesben visszagyorsít ránk, azt meg is előz minket, akkor ott megyünk óvni. Chris volt az első személy, aki kört rakott oda a kópos karrierben, ugye az első szabad edzésen. Most mi leszünk az elsők jó eséllyel, akik hozzá vetőlegesen, ugye Chrishez szemben kört rak. Haha, én leszek itt az első. Éles helyzetben, romantika a felső fokára hág. Az első kanyar el is lett fékezve. Innen szép fölépíteni. Gasly tudunk mérni, ő most elég közel van. Eddig nem volt olyan közel. Lila első szektor, mi történik? Mit csinál a területen a Mercedes? Azt a betyárját. Jaj, de közel van Gasly. Kapjám a turbulenst. Nem baj, így járt. Abbé nem hagyott egy kis helyet kettőnk között. Bassza meg, elfékeztem. Nyékértel 26-1 ennyit. Ez még rimmelt is. Hozzátenném, hogy az AI csak versenyeken működik jól, valamit időmérőn hülyeségeket csinál. 24-4 Bottastól azt a kutyafáját. És itt az egyetlen Alpin, az egyetlen is igazi, 26-3-mal. Bassza meg, hát Mazepinnél is lassabb vagyok. 5-10 Gasly-tól, ki megint megbolondult. Az kemény. Hát az nagyon durva. Az nagyon durva. Their best lap time is a 1:28.0. Hát ez egy... Én nem is tudom hova tenni. Hol maradt volna benne csak 5 tized Gaslyhoz képest? És mit csinál Gasly? És mit csinálnak a zajik egyébként? Meg van a bolondulva, Jézus elé. Verstappen és Perez előzgeti egymást, az igen. Ilyen Stroll. És ez miért áll meg mellettem az összes? Hát meg van a bolondulva. Édes Jézus. Lance Stroll. Lancika. Na, legalább Verstappen mögé jött. Nem tudom is, hogy csináltam azt, hogy a Perez föltartott egy picit. Vagy valaki biztosan. Legutolsó helyért harcoltattuk Chris-szel. Igen, igen. Nem tudom mi ez. Még a házszor is jobban ment. Felettébb érdekes. Lehet, hogy Chris megtalálta ezt a kiskaput, hogy nem 110-ig van az olyan, nem 160 millióig? Vagy mi a szar történik itt? Hát ez felettébb gyanús nekem. Ez felettébb gyanús. Hol maradt benne? 9-et még Schumacher legalább mögénk jött. Jól van, csodálatos. Vettel már az első szektorba 5 tizedet ver ránk majdnem. Középsőben nem kapunk, ja de első, igen, mindenhol sokat kapunk, mondom, hogy minden egy másodpercet, kivéve az utolsó szektorban. Én egyszerűen nem értem. Vettel a harmadik, az érdekes. Felettébb érdekes. Giovinazzi, a körön.
Russell már megy célegyenesbe. Na nézzük Georgie fiút. Húzza a sziklákat maga alatt. Fordul. Ricardo kitolt vele. 12. Kitolt vele Ricardo? Ja. Azt a betyárját. 4-10-es javításban voltam és rám előzött. Nagyon bolondok az AIK időmérjegyzésen, felettébb érdekes. Ricardo a 10. Hát jött kérem szépen. 4 ember van mindösszesen mögöttünk. Nándor jött, Mákört jött. Hányadik? 7. 1,2 másodpercet kaptunk tőle. Az igen. Az igen. Lehet, hogy picit erősek lesznek így az AIK akkor még az elején. Vagy nem tudom, lehet, hogy csak a Bahrainben mindig vannak ugye ilyen problémák. Az elmúlt tendencia során egyértelmű vált, hogy picit túl vannak itt húzva az időmérős tempós dolgok az AIK részéről. Azt, hogy ez folytatódik, akkor valamit orvosolni kell. Leclerc 7, Sainz 8. Ez még reális is lenne, de nem úgy, hogy előttük van a két Aston Martin, kérem szépen. Hát sőt, Perez csak a 6. Az igen. Az igen. Amúgy van Richarda az F2-ben. Ez igen. A neved az ilyen nemzetközi, látod? Muszáj leszünk kimenni még egy körre, hát ha nem kettőre. Most picit csendesebb a pálya. Nandit eltolják onnan, azt vegyünk ki. Üzemanyagot nem is lehet fentebb rakni a standardnál. Azt nem. Hát ez szomorú. Hát ez szomorú. Lenne rá igény. De csak nekünk. Szervusz Zétény. Lehet, hogy a többieknek lehet. Vezetény, Zétény, bocsánat. Russell a 17. Az előbb jött a 12. Most akkor olyankor mi van? Furcsábbnál furcsább dolgok működnek, ráadásul Schumacher is a 18. helyre kerül. Hát az előbb ő is előttünk. Hogy? Verstappen 19. Na jó, itt mondjuk föltartották, de a többieket nem értem, hogy vándorolnak hátrafele ráadásul. Lehet, hogy a házban kellett volna egy közös kópot csinálni. Akkor nem lenne olyan feltűnő a lemaradás. Igen. Akkor lehet arra rá lehetne fogni, hogy hát az autó szar. Hol van Nándorhoz képest egy másodperc? Azt nagyon szeretném tudni. Hát Bottas olyan kört jött konkrétan, mint amiket az e-sportolók jelenleg tartanak. Picit lassabbat náluk, tehát benézem, hogy 23-ba is. Ja, nyilván amikor a fejlesztések azok megjöttek és hozzáigazódik a részidő, de hát egy pöppet erősek, mintha. De csak úgy tűnik. Gumik egy picit hidegek maradtak, na nem baj. Ebből kell kihozni a maximumot. Gázta most nincs itt zavaró tényezőnek. We've only got 2 laps of fuel left. Sok. Határon autózok. Semmi. 15 000-es rontásban vagyok. Sehol nincsen, nem hogy 1/10, egy másodperc, plán nem. Javításban.
Lila a középső szektor, gyönyörű. Mindig nem tudom, hogyha vannak hozzá egy másodperc. Egy tized lesz a javítás, annyi se. 15. Mazepin még mindig előttünk, 2 tizedre van Ricardo, hát egy kört még kell majd menni. Jelen állás szerint még további túlhelyen vagyunk. De valahogy pozitív kicsengése lenne annak, hogy ezt mondhatnám a második időmérjegyzés etap után. Vagy közben éppen. Hát az előbb itt az a része szűkebe kéne tartani az autót szerintem, de hát lehet tetlen, az ilyen tempónál. Perc van az időmérőedzés első szakaszának a végéig, jelenleg éppen, hogy nem vagyunk kiesők. Ricardo autó is a 13. 2,5 tizedre vagyunk. Egyedülként vagyunk kint a pályán, de hát ez nem segít. Nem ez, hogyha más mondjuk segítene, de... Ez így nem lesz jó. Ez így nem lesz jó. Hát visszatolna bennünket a boxba. Még egy körünk marad majd. És egyetlen egy szett lágyunk. Hát az úgy nem lesz jó. Naftából még visszább is vehetünk. Hát nem attól vagyunk egy másodpercesre maradásba sajnos az Alonso-tól. 8 tized, nekünk 1,9 fő. Ricardo és Giovinazzi környéke még talán fogható, de Gasly már nagyon messze van, hát Cunodáról nem is beszélve. Cunoda 4 tized jobb kört, mint a Gasly. Ez felettébb érdekes. Verstappen még mindig a 19. Ha megint föltartják, akkor Verstappen csúnyán búcsúzik a Q1-ből, hát ez egészen elképesztő. Durva. El is kezdenek kifele szállingozni az úriemberek, hogyha csatlakozunk mi is. Üdvözösen néhányan maradnak a boxban. Komoly pillanatok vártak itt most az emberekre. Jelenleg még éppen, hogy csak azt hiszem 700-an, de bent vagyunk a Q2-ben. Kettő perc, 10 másodperc van az időmérőedzés első szakaszának a végéig. Itt kéne legalább ilyen szűken fordulni.
Most sem melegedtek jobban fel a gumik, sajna. Na most már biztos. Hát micsoda hiba, kérem szépen. Aztán lehet, hogy így akartam. Hóha, forrók lesznek a gumik is, nem lesz így jó 110 fokos gumi. Édes Jézus. Hát micsoda buta hiba volt ez, kérem szépen. Hát ilyet. Nem fog visszaülni talán. Hát, határeset lesz. Just 30 seconds left in the session. Csak kapott rendesen a zaj az autónak, 400-od. Jelenleg már ki is esünk. Jobban tettük, hogy kicsit szűkében fordultunk. 16-at vagyunk jelenleg. Látni fit tovább jutó helyen. Verstappen első, akkor ő is tovább jutó helyen van immáron. Russell 16. Schumacher kiüti egyelőre Russellt. Jézus Mária! Van-e 3 tized vajon ebben? Majdnem van. Na nézzük. Tovább jutunk? Mare. Tovább. Nem, bassza meg. Pont kiestünk. 16-ak. Vagyunk. Azt a betyárját neki. Hát gyerekek. Hát micsoda megforgás volt az ott az elején. És honnan hoztuk vissza, az erre büszkének kell lenni, basszus. Alonso is majdnem kiesett, 13. Verstappen nyert az első időmérkőzést. A vége mi lesz, azt nem tudjuk, ugye? Basszus, 5000-del kapunk ki Giovinazzi-tól. 5000-del múlt, nem jutunk be a Q2-be, hát ez hihetetlen. Chris kollega a 20. helyen végzett. Hát ott azért a Latifiék bedurrantottak rendesen. Bakker. És így már nem kapunk másodpercet Alonso-tól. Ha-ha. Fú. 5000-re, tehát ez hihetetlen. Hát ebből racse lesz most. Kíváncsiak, mi lesz a végeredmény a Q3-nak, és hogy mi lesz a rajt sorrend. Mit éreztél? Milyen volt a köröd, Chris kollega? Biztos, hogy maradt benne, de ennyi nem. Kizár dolog. Hát, biztos nem. Visszabb kell venni a zait, nem tudom. Tényleg lehet, hogy a Bahrain-be csinálja ezt megint, szokásához hívem. De egy másodperc biztos, hogy nem marad benne. Fél, legyen fél. Maximum. Egy. Esélytelen. Hát akkor ebből racse lesz. Ebből racse lesz. Kiírom a lásom. Az a 110-es olyan picit oda pörkölt. Na de most versenyen, hát ha visszaesnek. Ez most mi volt? Vége a Q2-nek is. Alonso tovább jutott itt is. Na már. Nem lesz itt sem fizetésemelésem, Chris kollega. Szasszom. Hát ugye kibasztak a csapatból, érted? Az egyik csávó a Q1-be esik ki, a másikba jut a Q3-ba. Giovinazzi 14, Mazepin is tovább. Ja nem, ő kiesett 15. helyen. Ő nem is néztem a végére, de hülye vagyok. Random rányomtam a továbbjutásra. Sainz kiesett. Na, az úgy megint csodálatos. 5000-et gondolj be, az egyik egyenesben, egy picit egyenesebben mész, akkor meg is van. Hát körülbelül igen. Igen. Na mi lesz a Q3 végeredménye? Verstappen pole? Vagy Hamilton pole? Vagy meglepődünk? Alonso pole. Hamilton pole. Verstappen csak a negyedik! Az igen! Hamilton, Bottas, Perez a top 3. Na, szép nagyot jöttek a McLarenek is, mondjuk az megint csak érdekes, hogy a Norris-t megverte a Ricardo. Vettel 7, Stroll 8, Alonso 9. Leclerc a 10. lett. Kérem szépen, hát mi történik itt? Hát mi történik itt? Ebből egy érdekes verseny lesz amúgy.
akár lehet alkalmazni a fordított taktikát, és hát, hogy bejön a safety car, mert végülis arra állítottuk, hogy gyakrabban jöjjön be, nincs hogy VSC legyen, ugye? Ja. Meghibásodások ugye vannak, amiatt is bejöhet. Persze. Még ha törés nem is lesz. Hát ja, azt azért érdekesen összehozni itt az ajiknak. Sormintát rajzoltak. Na Jeff, már mondj is, hogy hát nem éppen ezt vártuk tőle, csávó. Hát Jeffrey, hogy őszinte legyek, nem tudok erre mit mondani. Nem tudok mit mondani erre. Meg vagyok illetődve. Krisz most olvassa az üzeneteit. Elolvasta, hogyan alázzák és őt is. A lombárba. Jó Istenem. Manapság már nem lehet... Tessék? Mondom, hagyjatok békén, Emma is beszólogat. Na tessék, nekem legalább a mérnököm mondja, hogy szar vagyok, neked már egy nő. Ott mondja Jeff, ott kint izé, vagy hogy hívják Emma, kintről néző versenyt valahol a nagy páholyba. Be van rúgva, alkoholizál, a siklókígyó. Igen, kettő Merci, kettő Red Bull, kettő McLaren és kettő Aston Martin lett amúgy a sorrend. Hát ezt megrajzolni is lehetett volna szebben. Ahogy Crofty is mondja, ez egy stratégiai verseny. Watch out for drivers managing their rubber at some point during the Grand Prix. So here we are in 2021 at the start of another Formula One World Championship. Harmadik legkisebb ázsiai ország, Bahrein, ez igen. Itt van a Sötzökár, itt meg Perez. 13. Kapott büntetést akkor, 10 helyes ráadásul motorerőforrás csere volt. Nem tartott sokáig. Nem, ez egy rövid öröm volt. Szerinted ki fog nyerni ma? Hát, ha Verstappen nem kapják el hamar a Mercik, akkor valószínűleg ő. Már erősek a motorügyileg a Mercik, úgyhogy nem tudom, meglátjuk majd. We can't know at this point how competitive these teams are relative to each other, but hopefully nobody is able to run and hide. We want to see these drivers push it to the limit all the way to the checkered flag. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Lewis Hamilton lines up on pole position, and Valtteri Bottas will line up alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Verstappen, Ricciardo, Lando Norris. Hát így mindenki egyet előre csusszant. Nándor is. És itt mutatja bizony a különbségeket is, nem úgy, mint a Breaky Pointba. Végig esni fog. Nem fog esni az eső. Tudja, másképpen jelzi. Azt jelzi, hogy mennyi valószínűség van rá. Alonso nyer ma. Hát, akkor megeszem a kalapomat. De érdekes. Ja nem, semmi. No kérem a lássam, itt van a taktikánk. Mi a szar történik itt? Hát mi ez? Így. Hát. Igen, 29 körül ugye? Hát mennyi tankoljunk az egy eget rengetően jó kérdés, mert ki tudja. Vagyek vissza, maradhat így szerintem. A taktika az megvan. Kis szerencse kell, és akkor pontot is szerzünk. Alonso nagyon jó rajta, és ember nem tudja megelőzni. Bizony, ez amúgy a... teljes mértében igaz. Tegnap is bizonyította az úriember, hogy mikről képes. Igen, addig most annyira fogy... nehezebb dolga lesz, hogy erősebb autók vannak előtte. Hát ja, meg ugye azonos gumi már nem fog olyan nagyokat rajtolni valószínűleg. De valószínűleg durci lesz az, igen. Igen. Mehetünk? Én Tony Montanára hagyatkoztam, lejövettem a naftába, mehetünk. Felvezető videóban esett az eső, nem? Esett az eső. Én nem láttam ilyet. Lehet, hogy fos volt csak a kép minőség, nem tudom. Volt, amit jelzett. Most már nem esik. Mazepin a 15. gyerekek, Mazepin a házszal. Hát behogyolod. We're gonna need some work on the brakes, so put some energy into them and warm the tires as well, please. Egészen elképesztő. Keményen mész, bőzony.
a fordított taktika fordítottját alkalmazzuk. Ha jól néztem, akkor a top 10 ugye ott közel lánygumikkal jutottak tovább. Úgyhogy nekik hamar ki kell majd jönni. És hogy két kiállást választanak el, vagy egyet, meglátjuk. Jót kell rajtani, és meg kell tartani a pozíciót, nincs emeset. Russell a két ház mögött van, igen. Mondom, itt vannak azért még filmításra vágyakozó dolgok. Melegetetének picit intenzívabban is az abroncsok, nem az, hogy a két forinti, mondom csak. Mi az ideális, mert nem tudom. Hát szerintem 90 körül kéne lennie neki, nem? Ha nem többnek is. Nem tudom, az előző játékban nyilván az volt, de itt gyanúsan alacsonyak mindig. Nem lehet, hogy csak nem merekszik? Én nem tudom. Te nálam is ilyen 80 fok körül van most. Szia Gábor, köszönjük szépen. Hát nekem igazából tetszik, csak mondom, ezek a kis nüanszi dolgok, hogy azért az autók, amiknek nem kéne egy erősnek lenni, ezek ne legyenek ma olyan erősek, azok a pilóták, akiknek szintén nem kéne, azok se legyenek ma olyan erősek, és akkor igazából én jó meg vagyok vele, szerintem tök jó lett. Na, fölállunk a rajthoz. 90-95 fokosnak kell lenni a gumiknak. Hát nagyon ezzel merengszik. Hát mondjuk ez is igaz, igen, számításba vettem volna. Hát lehet, hogy szenvedni fogunk az első néhány körbe, de aztán csak-csak begyorsulunk majd, nem? Papírforma szerint azt kellene tenni. Egy jó rajta, itt, hogy megtartjuk magunk mögött ezeket az urakat, akkor nincsen baj. Perez viszont ugye lányról rajtól, mivel a Q2-ben is arról ment, hiába a 10-es rajtbüntetés ide vagy oda. No hajrá! Hajrá, nézzük, hogy mi lesz. Antóniót üldözzük. Juhu! Az Alfa Taurikat az elmúlt két hét során majdnem kiütöttem már háromszor. Így, de jönnek! Mazepin támad. Szerintem életében nem csinált ilyet. A Forma 1-ben legalábbis. És beteszi. Az bátor. Cunoda boldogítja Sainzot. Ne felejtsük el, hogy most jelenleg mindenki gumijelőnyben van. Körülöttünk. Hoppá! Ez szájtú forgatott. Szia Balázs! Hát Mazepin nagyon jön. Annyira nem volt rossz a rajtunk szerencsére. Na széles. Meg azt nem tudom, hogy mire állítottam az overtake gombot. Na, az még csodálatos lesz, barátom. Ilyeneket célszerű megnézni az éles helyzet előtt. Yuki Tsunoda 7-18-re tőlünk. Mögöttünk ez a fél nóttás, ez már itt van 5-re. Kéne tartani Cunodával az 1 másodpercet, és akkor nem lenne akkora nagy baj. Nándort előzik körbe, ráadásul. Az egyik McLaren. Majd mondjuk érdekes, mert Nándor nem volt annyira elő, és a McLaren sem volt annyira hátul. Csak vonalkat használok, így van. Nos, az a szóró helyzet lépett fel, a Cunoda egy másodpercen kívülre került. De hát abból a nagy csatából ott, ahol hárman fordulnak egymás mellett, valamit profitálhatunk. Sárga zászlóznak. Anyád, Norris, mit csinál?
The track is clear. Leparkolt. Igen, úr. Ideális híve. Visszatalatott? Aha. Az igen. Mit csinált ott vajon? Ezt meg kell tudni. Az első dráma megtörtént hivatalosan is. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you are within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Hopp, és van DRS. Csodálatos. Jaj. Várjál meg, Gyuki! Ihú, pont kicsúsztunk. Egy egész drága ezred másodperccel. Gyönyörű. Nem fogjuk kapni most a DRS-t. Egy ezred, gyerekek. Behúgyozok. Nem tudom, nem szoktam nagyon pörgetni a motort, mert akkor csak kipörögnek a kerekek. Úgyhogy inkább kevésbé nyomom rajtnál is. Okosan gyorsítok ki, vagy ha próbálok meg okosan kigyorsítani. Na, Mazepin baromi közel van. És az vagy Cunoda nagyon messze. 4,9-re már. Hű. Szia Attila. Nem betesz ez a Mazepin őrül gyerek? Nem. Nekem egyébként a Cunoda egyáltalán nem szimpatikus. Össze-vissza beszélni nekem a hülyeséget. Okay, gap ahead is 3.3 seconds. Na itt most konkrétan fog mellettünk menni a hátsó mezőny egésze. És mindenki konkrétan egy kivétel nélkül. Nem szerencsés úgy menni a csatábort, mert fölteszed a kezeledbe. Talán azért a realitás alapja megvan. Sainz a 11. Nekünk meg még mindig nem fognak jól működni a kemények, sőt, most kezdenek el a közepesek normálisan működni. Azon csodálkozom, hogy a lágyak még élnek. 5 kör után. Durvas vonatozás legyük mögöttünk. Feltartjuk a mezőnyt. Ez most éppen senkit nem érdekel. Cunoda előnye csillagászati mértékeket üt meg velünk szemben már-már. 2 tizedévünk jobb kört a legjobbunknál. Akkor elkezdtek talán működni a körülmények valamennyire, de nem jól. Semmiképpen sem jól. 8-9 kört bír ki a lágy. Az igen. Hát én már a második után nem tudtam vele mit csinálni.
Jaj. Ott van olyan az ERS. Kifos a benzin? Ja, nem hiszem. Kiszki akart fogyni? Akart lenni, vagy? Nagyban körönként kapunk másfél másodpercet Yuki-tól, Yuki úrtól. Ajaj. Szervusz, Funk úr. Ide jön a Mazepin. Agresszív, mert career módban jobban megyünk nála. Meg kell mondani, hogy nyugodjon meg. Hát, nem igaz. Ajjajjajjajjaj, megindult az autó oldalra. Pedig már volt egy picike kis előnyünk a Mazepinnel szemben, nem tudom, hogy hogyan, de... Középmező nagyon egyben van, de hát nem tudunk egyszer rájuk közeledni. Legkevésbé sem. Ameddig a kigyorsítások jók, addig nincsen baj. Caution, caution. Megállt ezik Alfa Tauri. Naha. Someone's come off ahead of you, there's a yellow flag ahead. Okay, clear. Ma megy is tovább. Megint meg mi volt itt? Megjöttek az első kiállások. Leclerc és az egyik Alfa Tauri, most pont nem láttam ki az, valószínűleg Gasly vagy Tsunoda előttünk van. Na, Tsunoda csak megregelizte Sainzot végül. Gap to car in front is 7.0 seconds. Alonso boxban. Ugye Leclerc azt hiszem közepes tett fel, úgyhogy neki ez még egy kiállásos lesz. Habár, nem se tudja. Hamilton megtámadjuk. Nem gondoltam, hogy az első adás alkalmával ilyet tudok mondani. Hát tudni tudtam, csak már Hamilton egy másodperce kívül van, úgyhogy megérkeztünk rá 2-10-re. Az gyors volt. Picit széles lett, nem baj.
Mazepin elkezdett lemaradozni nagyon picit. Szemmel semmiképpen, de a lifetiming alapján egyértelműen. Megint széles. Most szólna Maisie, hogy ez már kettő volt. Mire ezt tudjuk mondani, hogy a... amit állomozó is, hogy teszteljük csak az F-ját igazából. Egy másodperc majdnem Mazepinnel szemben az előnyünk. Hát sírni fog a körömömbe. 3/10 gyorsabb a kevile körönként. Vettel be fog szorulni a Giovinazzi Mazepin 2-ös mögé. Médium, hogy 12-13 kör bírnak. Ez akkor Leclerc nem mindenképpen kell majd kiállás, meg akkor közepeseknek is itt mögöttem lassan, de biztosan. The gap to the car ahead is 2.6 seconds. A 16-ba kellene nekünk jönni elvileg. Lehet elkiváltam a dolgokat, mert Mazepin elkezdte nyomni rendesen. Hamilton nem ment Sainz mellett, vagy csak Bottas ment el Sainz mellett. Na mindegy, ugyanaz. Vettel Giovinazzi mellett. Most neki az ő embere hirtelen Mazepin lesz. Hát azt már meg is előzött, az elég gyors volt, basszus. Jézus erre, hogy jönnek. Melyik fog beesni? Vettel beltette el ide is. Basszus, kettőt akar előzni egy kanyar során. Mit csinál? Ó, ide félelmetes. A védekezés semmi értelme nincsen. Úgyhogy jó lenne, gyorsan elmenni itt a Bastian. Ó, ügyesen. Szépen vette ezt a kanyart. Gyorsan nagyon az osztó Martin. Jeff az, hogy vissza tudjuk nyerni ezt a pozíciót. Hát úgy gondolod, barátom? Friss lágyak ellen? De elég alul kormányzott a cucc valóban. Lehet azért az autó is, meg kicsit még gyerekcipőbe jár, vagy nem tudom, de nem legkényelmesebb, Matthew. Egy előzés, Vettel előzi Sainzot. Mit tud, revanst vesz. 44%-os az első, a bal első. A többi az rendben van. Még a bal elsővel sincsen még baj, úgy nagyon. Kicsit már lehet látni, hogy húzza a csíkot. Az idő vasfoga. Hűj, de veszélyes volt ez. Sainz már csak 2,8-ra van, és azt hiszem, hogy Sainz nem is volt még kerékcserén, úgyhogy jól állunk viszonylag. Thank you.
Sainz nagyon drasztikusan lassul. Lehet, hogy meghal a Ferrari? Mert Mazepinnél ugyanez a lemaradás nem tapasztalható. Érdekes. Az életben nem hoztunk még senki szerintem. Annyi pozitívum van az Alpine-ban egyelőre, hogy konstantan annyira nem rossz. Lehet vele csinálni dolgokat a kigyorsításokon, de sok mindent nem. Hát nyilván ugye a házszal nem tudunk még védekezni se itt, meg azért Mazepint egy ideje már magunk mögött tartjuk, meg Giovinazzi is, meg akik még jönnek mögöttük. Most elkezdenek majd kijönni a közepesek. Közepeseken lévők. Sainz az mindjárt másodpercen belül érkezünk, ez nagyon furcsa. Az a Ferrari ott valami nem teljes nála. Még ott például valami technikai probléma van. Attól függően szépen tartotta magát eddig. Lehet a gumik haltak meg? Hát akkor Mazepinnél miért nem? Sainz már védekezik is például, eddig nem az ideális íven ment. Juhú, barátom, Cunoda kijött kereket cserélni, most ellőjük magunkat, hátha. Sainz boxol, Mazepin is, Ricardo ugye ők már megvette ezt. Most, hogyha jönne a safety car, akkor az életet mentene. Ricardot nyilván nem fogjuk tudni kivédekezni, viszont ez nem baj, hogy Giovinazzi ilyen messze van. Ezt meg kéne tartani ezt az előnyt, sőt növelni kellene. Vélhetek a következő körbe jön majd ki. Szélenik például 6-7 tizedet hoz már. Ja, hatásos szokott lenni. Valóban Christian. Ja, igen. Hát, Ricardo be akar bújni, akkor bújjon, de gyorsan. Végre nem az van, hogyha a nem ideális íven kéne mennie, hogy előzni, akkor nem azon, hogy befékez, meg elfékez, itt tudom, mit csinál, hanem az el tudni fordulni. Nem tudsz alávágni egyből, betétlen. Úgyhogy nem rossz, viszont Giovinazzi másodpercen belül van megint. Jó étvágy ez az étény. Mennyi nyugodtan kajolni, hát pontosabb része a napnak? A reggeli után? Jó étvágy ez. Perez jön utánunk. Szintén már kiállás után van. Ráadásul ugye, akit mondtam, meg... Ja, persze, Norris kicsúszott. Na mindig. Szasz csuba-csuma. Csúszik ám az a McLaren azért, mert Ricardo is. Perez és Stroll kettőse, két egykori csapattársak, nagyon szerették egymást. Valószínűleg kiállások után azok fogjunk visszajönni, akik mögöttünk voltak, de hát nem lehet ezen mit tenni. Ez a frányátka a késékiállásnak. Ez a cserébe legalább gyorsabbak lehetünk a gumi előny miatt. Perez driftelve, de őt nem érdekli, ő megy, mint a pokol. Stroll is valószínűleg meg fogjuk tenni. Itt az egyenes során. Nem is megölt egymást. Gyűjtötték egymást? Russell kint áll a pálya szélén. Az igen. Latifi. Ő akarja a Mercedes szerződést, akkor ezek szerint. Lance nem tud minket megelőzni egyelőre.
Eszter Láncos úr. Na majd itt. Ó, van DRS-ünk Perezről. Nem sok felmegyünk vele mondjuk. Az, hogy mindenki ne előzzem el minket, srácok. Milyen dolog ez? Alonzónak egy picit tartjuk itt a Strollt, hát ha értékes pontokat tud majd szerezni. Most már rossz a kemény keverék. Most kéne ugye kivenni, és akkor 13 kört kibírnak a közepesek. Meg kell nyomni azt az utolsó 13 kört rendesen. Our gap to the car in front is 2.7 seconds. Szép jó napot, Martin úr! Ezer éve. Micsoda taktika, úristen. Ráadásul az én McLarennel egyszer jövünk ki. Hát ugye Ricardon felcsattintották a lágyakat, nem is értem. Még föl is fogjuk tartani szegényt. Mondom. Sőt, még Alonsoval egyszer jöttünk. Valamit én néztem be? Hát miért nem megy? 16-at írt, nem? Dehogy nem. Minek hozták ki van Alonsót is? Alonso előtt fogunk végezni, így hát ez nagyon kemény. Az egyik Alfa Taurinak befellegzett. Gasly-nak, hát szegény. Sainz is mögöttünk, az igen, 12-ek vagyunk. Mazepin a 11-dik, mi? Most ez sem Jézus elér. Bertel ma meg gokartozni, ez igen. Királyság van a köbön. Nincsen safety car, Chris, mi történik itt? Ez szomorú, pedig számítottam rá. Én is. Bíztam benne, de nem. Van egyetlen gumi előnyünk? Nagyon kíváncsi vagyok. Valamennyi van. Pont szerzésre fel, de hát Ricardo baromi messze van. Perez kiállt megint kereket cserélni. Nem értem miért választottak a két kiállást amúgy. És az ez fersztetlen amúgy, vagy nem? Benne se tudja. Utalvány volt a díj. Na tessék. Ezek szerint Martin úrunk eredményes volt a gokartba. Tapsi-tapsi neki. Tessék megtapsolni? Hát tudom. Így. Nekem egy menet közös srácok. Antonio de la Rosa, Pedro Mazepinnél gyorsabbak vagyunk szerintem. El se hiszem. Az Alpine jól elintézte Alonsót, meg a saját magát is, még nem lesz pont. Így nem lesz pont. Selleg is utalvány. Mi lehet az az utalvány? Lehet föléleztetik az Erzsébet utalványt. Tök menő, mint a való világban gondolom ilyen nagy izét kap az ember ilyen molinót, vagy mi arra se az. Tök magány. Meg hát a mi Martinunk is nagyon magány. Magány, magány. Passzom, ha mi történik menet közben, mit úgy veszek, mintha meg lennék zavarodva, és én lassú lefelé, hogy stroke-om lenne. A Mazepin, a kurva anyád, hát nem igaz. Lesz-e neked a DRS végre használni is valamit? Ó, srácok, Leclert megelőztük. Hát, ha megkapja a nyakába Mazepint. És megkapja bizony, ez az pont szerződés, mondtam, mit jövök.
Stroll a 8. Jobban fel kellett volna akkor tartani. Picsába. 10 alkalmas gokart bérlet. Az mondjuk menő. Az menő. Na, Leclerc megelőzte végül. Az a pint, és jön ránk, az baj. 10 körrel a vége előtt, ez baj. Szervusz, Melinda. Íííí, Charlie de közel van. Ja, de még nem, hogy pont szerző helyen vagyok, ne vicce, 9. helyen tartózkodom jelenleg. Úristen. Köröz a, nem tudom, az Interpol. Úristen. Abból a két pontból az egyiket nekem adhatom. Megosztozunk rajta. Csak hát Charlie-tól, Löcsler-tól mindjárt megy mellettem. Hi. És ráadásul Mazepin-re megy egy másik Ferrari-val a Sainz is. Ujjjjj. Mazepint majdnem 13 körön keresztül, sőt, pont 13 körön keresztül magunk mögött tartottuk, Leclerc nem tudjuk, egy picit se. De jól tapad neki. Nekünk is. Miénk a DRS. Ott tartja. De komoly. Sainz is jön. Új, de jó nekünk. Hát nem lesz pont szerzés akkor a picsába. De milyen ígéretes volt. Hát, viszont gyors. Júj, hol akar megelőzni? Körbe. Az igen. Megint sárga zászló van. Okay, clear. Hát mi adtam? Az egyik ház, Mazepin. Talán. Ő volt előrébb. Bár csak előlünk esne ki valakit, akkor már tényleg majdnem pont szerzők lennénk. Se VSC, se safety car, bazd meg, azt érzékenyebbre állítottuk, érted, és semmi. Ez így érdekes, jó. Na, Löcsler, még DRS-en belül? Minden hülyeséget ne is jöjjön be. Hát ez nem hülyeség, megállt a pályán majdnem. Nálam jó helyen áll. Az most mindegy. Alakkor lát meg. Igen? Hm? Lehet, hogy túl gyorsak a bahreini pályamunkások. Kellett a francnak a motort, izé, extra szexi fotó, mi az, motorfokozaton veretni, hát. Ez volt ilyen gyors, el is szállt a Ferrari motor. Megállt az egyik Red Bull is! Úristen! Úristen, pont szerzés kapujába állunk, srácok. Melyik Red Bull állt meg? Verstappené. Másodszor esik ki a Max Verstappen Bahreinbe életem során. A 2021-ben. Akkor ilyen mód után itt is. A kultúrjelben. Verstappen autója megállt. Yellow flag. Jézus, és a pálya közepén ráadásul. Megy nullával. Hol a safety car? Hát nem igaz. Nem hallottad még azt a szót, hogy serleg? Az fur. A 10. helyen pont jár nekünk, úgyhogy meg kell őrizni ezt a pozíciót, Giovinazzi 3,5-re van. Neki mindegy, lehet 0,01-re is. Csak előzzön meg. Hát mondjuk erre jöhetne a szétigel. Hát mondom. Fáj. Igen, abszolút. Úgy csak.
szűzhártya. Mi van? Hogy kerültünk a Sherlockbe a szűzhártyáig? De azért döcög Verstappen, döcög vissza a boxba talán. Ahogy hallom, pont most ordítja, hogyha lehet, akkor robbantsuk fel ezt a motort. Mint a Hangar Roaringen, ilyet már mondott volna. Jó, ide csúszik. 17-en maradunk versenyben, hogyha kiesik a Verstappen is. Eddigi áldozatai a pályának az. Ugye Gasly, Mazepin, és most a Verstappen. Döcsög vissza a boxba! Okay, the incident has been cleared. Let's get back up to racing speed. Sokat változott a játék fizikája, sokkal jobb irányba. Chris azt mondta, hogy picit szimulátoros a mapik. Hújjúj, Norris megelőzte Giovinazzit, az baj. Azért Norris basszus az utolsó helyről följön a 11-re, és még ki tudja, hogy hol a vége. Hújjúj. Okay, gap ahead is 2.3 seconds. Na most valaki kijött a boxból. Red Bull. Na ha a Verstappen az, de mit csinálhattak vajon? Felettő, jön. Bassza, megy csúszik. Tényleg alul kormányzott az autó. Hú, és jön a Norris is, basszus. Az erőviszonyok nem reálisak még Martin, nem. Ezt még szerintem utána kéne egészíteni a Codemastersnek. Norris 2,1-re, édes Jézus. Nem lesz pontocskánk? Norris mögött jön Alonso, ez igen. Öt kör van még a végéig. Hát meg kéne őrizni ezt a fránya pontocskát. Most még kettő van belőle, de hát Sainz az nagyon jön. És ott tartja. Jobban tudtunk kigyorsítani, jó van. Kicsit agresszívak vagyunk azt hiszem, de most ki nem szarja le, basszus, pontocska, erre megyünk! Szerűz All Games. Irányításba változott a legtöbbet a fizika nyilván. Gázadásnál, megcsúszásnál, rázikő használatnál, fékezésnél. Szélárnyék használatánál, amiből ugye dirty air is jut. Alapból a szélárnyék is húz. Ezt elmértem, bassza meg. Juhu! Na, Verstappen az olyan megjavult. Rámegy ez egy pontra. Ja. Elveszi a lehetőséget mindenki elől. Muhújújú. Két Mercedes senkit nem zavartott a Vettellel a harmadik helyen. Vettellel a harmadik helyen. Az se világ. Azaz az Aston Martin nincs annyira nő. Látod, épp ezért mondta Martin, hogy az erőviszonyok nagyon nincsenek egy rendjén még. De befagyott! Mi volt ez? És basszus, és Sainz belerak a falba, keci!
Mitől vagy a bajáték? Ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. De agresszív volt a Sainz. Bassza meg! Össze is tört. Össze. Tölt a bal első. Sainz véglap. Basszom. Hát ilyet, geci, bedropolt ez a szar. Basszam ki a DX12-t, hát... Oh, ezt nem hiszem el, gyerekek. 10., 9. meg volt még mindig. Carlos Sainz beteleportált mellénk. A jó életbe bele. Go, go, go! Ilyet, gyerekek. Nem hiszem el. Fekete Ricsinél beakadt a lemez, és mindenre azt írja Bérna. Nem tudom, mit jelent. Állásul Krisszel kezdünk el csatázni. Van Hamilton, mindjárt megkerülsz minket. Ja, basszus, bassza. Velem nem kell csatáznom, mert... Hogy? Ezért. Ragályos. Green flag. Törted a hátulját? Nem. Egyből van. Blue flag, blue flag. Blue flag, blue flag. Jó, ezt fekete dobták valószínűleg. Gyorsan, Botti, gyorsan. Menjél már. Ez szörnyű. There's 3 laps of fuel remaining. A tucat D-vel írják szívem. D-vel. De nem baj. Ezt a nóra cipóval. Ezt fontos részét képzi ennek az egésznek. A mocskos Sainz, hogy nekem jött, hát ez nem igaz. Mitől fagyott be? Nem igaz. Édes Jézusom. Következőben rámegyünk a leggyorsabb körre. Legalább Verstappen előtt végzünk. Valamiben mindig van pozitívum. Menjen egy gyorsabb kör, mond csak Jeff. The fastest lap at this point in time is a 1:26.3. Nem tudom, mennyit jöttünk egyáltalán időmérő edzésen. Szerintem pont annyi. Igen? Aha. Iha. Akkor bajban vagyok, mert verseny körülmények között ugye nyilvánvalóan nem leszek gyorsabb. De most neked jól be lett lőve a nafta. Most szépen meg lecsökkenni nyilván. Meg maradt is azért. Egy most ellőjük a dolgokat. The gap behind us is 11.6 seconds. Szegény Verstappen. Hogy került a 18. lap? Hát beakadt ez a szar, a Sainz kiütött utána. Szomorú voltam. Most is az vagyok. Gondolkodom, hogy mit tegyek magamban. Hát eddig ez nem néz ki egy 26-3-as körnek. Meg a Bottas mindjárt megelőzöm. Ennyi. Meg egy Bambi. De éppen már lassan el akartam mondani, hogy legalább Alonso előtt végzek. Nem. Honfitársa másképpen gondolja.
There's only one lap of fuel remaining. Hát a hátsó tapadásnak annyi. Ja, te vagy az? Azt hittem, hogy még Aston Martin. Bassza meg is vége. 1.27.6-ot tudtam, vagy 1.27.0-át tudtam jönni, bassza meg az ő. Sűrű Rossell. Gyerekek! Hát ezt én nem tudom. Nyilván ott nem fér el kettő autó egymás mellett, de a drop sem segített, hozzáteszem. A kurva életben. Vettel lett a napversenyzője? Perez. Sergio. Na hát az lesz ma is. A valóságban. Totó. A farkas. Farkas, izé, Totó. Így fogom elnevezni a gyermekemet. A fiú, ha lány. Nekem mindegy. Farkas Totó lesz a neve. Bottas nyeri a Bahreini nagy díjat, kérem szépen. Felettébb érdekes. Szélányokat megoldották a játékba? Szerintem igen, érezhető, még mindig nem olyan intenzív, de egy fokkal jobb, mint a tavaly volt. Chris Coma? Fogalmam sincs. Nem találkozom bele. Jó Isten! Ez most úgy hangzik, hogy direkt akartam a köcsög lenni, pedig nem is gondoltam arra most arra, hogy hol végeztem. Nem, a zsikerből jött. Ja. Vettel a harmadik, Chris. Én megborulok. Hát, ugye amikor frissítik az autóknak az erősségét, a performance-át, akkor mindig újra kell kezdeni a karriermódot, hogy azonosuljanak. Most kérdés, hogy zavar-e minket annyira, hogy egy kicsit másabb a felhozatal, mint a valóságban? Annyira szerintem nem. Ez egy plusz hozzáadó eleme a meséhez, kvázi. Nyolc másodperc. Ugye? Hamilton kikapcsizott 8 másodperccel. Vettel 18-al, de cserébe megverte 9-el a Ricardo-t. Perez végül is odaért az ötödikre, az egy szép menetelés volt nagyon. Úgy emlékszünk Perez, hogy mellettünk jött el. Norris végül megelőzte Sainzot is. Nem is kicsit, még adott is neki 4 másodpercet. Álmozott 11. lett. Nem értem, minek kellett neki a két kiállás. Hogy levonunk bele 20 másodpercet, akkor baszus simán ott lehetne a 7. helyen. Vagy 8. a legvégső esetben. Schumacher a 13. Giovinazzi 12. Latifi 14. De még kiforgatta Russellt, úgyhogy... De hallod, le tudom menteni az egész visszajátszást. Te akarod már, de menő? Ezt lementjük. Ez gyors volt. Lehet, hogy ebből lesznek még akkor érdekes történések, srácok. Hát nyilván itt nincsen sok változás az egyéni tabellán. A konstruktőriben 22 pontos előnye van a Mercedesnek. Az Aston Martin a szemben? Hoppácska. Mi vagyunk a hetedikek. Bravo, Nándor. Hát ez Nándorom múlt, most mit agadás? Csúnya Sainz. Leclerc hol van? 8. Perez az 5. Akkor most... De nem is esett ki a izéja. Cunoda viszont az 5. lett, vagy hol 6. 7. Hol van? 6. Akkor nem bug, hanem... Hát azt hiszem, múltkor egyszerű bug volt, hogy... Ugye a Verstappen kiesett és a Perez lett az utolsó, mikor beírt a célba, ugye 5. vagy 4. helyen szintén. Most ez nem történt meg Cunodával. Úgyhogy akkor lehet, hogy már ki is javították, úristen, de gyorsak itt a dolgos emberek, dolgos kezük van. Montázs videó jó lenne majd belőle a szezon végén, abszolút, egyrészt igen. Másrészt meg lehet, hogy nem tudom, volt annyi érdekesség, hogy össze lehetne vágni, bár nem tudom, hogy mennyire lehetne izgalmasan visszaadni, amikor egyszer megtörtént. Nem volt annyira rossz verseny, a tempót tudtuk tartani egy ideig, néhány úriemberrel. Sokáig nem. És simán kijelentem, hogy ha egy kicsit stabilizáljuk az ajának az erősséget, akkor nem lesz baj vele. Te hogyan érezted magadat belülről, drága Chris barátom? Hát nem túl jó, hogy őszinte legyek. Nagyon vissza kell szokni ehhez a játékhoz. Hát hogy nem.
nem gondoltam, hogy ekkora lemaradás lesz, meg ekkora problémát fog okozni a kiesés, de... De igen. Ja, hogy az ember azért nem játszik fél évben. Nagyjából sikerül stabilan jönni, de tempó nincsen. Fő. Az majd visszajön, basszus kulcs. Legalább van itt egy kis levegő, csodálatos. Nem 600 fok van, bár az így is. Magam alá raktam kis a Balatont. Hát igen, ez már csak ilyen. Mennyi az idő? Azt mondja. 1 óra van pontosan. 1 óra. Az igen. Az igen. Kettes szinten vagyunk. Nem látom Alonsohoz mérten csinálta velünk bármit is. Nem hiszem. Kár érte, mert attól függően, hogyha nem kaptuk volna pontot, azért 12.-11. helyen befejezni a versenyt mindenképpen jobb. Meg hát főleg, hogy a csapattársad előtt vagy. Ez így most szomorúan alakult számunkra. Szarügy. Pont a létező legrosszabbkor droppolba, hogyha ez egyenesben történik, akkor semmi baj nincsen. Akkor max elmegy a Science, ennyi. Így sajnos. Corporate. Mi van itt? Semmi. Hát nem tudom, mi a kereszte. No. Az erőforrások szintén. Hát sok baj nincsen vele. A Turbo Charger meg az ICE azok viseltesek. A többi az 15-13%-on konstansan megvannak. Hát meg a Control Electronics, az még szar. Hát igazából majd fejlesztünk, aztán akkor nem lesz vele probléma. A sebváltó jól bírta. És akkor van 700 pontunk költekezni. Abból nem tudom, hogy akciósan tudunk-e vásárolni valamit. Egyelőre nem. Hát nem nagyon. Hát sebváltón tudunk egy picit finomítani, hogy ne használódjon el olyan nagyon hamar. Érdekes. Felettébb érdekes. 12. jön egy season break. Az igen. Az igen. Most nekünk 31. másodikán és 8. jönnek a fejlesztések. Ha jönnek, és nem rontják el a srácok. Ugye egyet elrontottak már egyből kezdésnél. Szerintem az pont ez az első front, de a front wing and plate lower volt. Szájvéglapot még legyobb tözük. Az oszt igen. Hát igen, igen. Ez így érdekesen fog hatni. Van, hogyha picit finomítunk a zajin, akkor nem lesz gond vele. Chris még fog kamionozni? Chris, fogsz még kamionozni? Ne, persze. Szerdán van a következő futam. Még azt hiszem, szerdain kívül lesz 2 forduló. Na tessék, kérem szépen. Valahogy meg kéne odaadni a Chris kollégát, a képernyőre vetítsük szombat este. Tényleg magát az autót irányítani mennyivel könnyebb, nehezebb, mint a tavalyi játékban? Hát ez nem tudom, gondolom, hogy ahány ember annyiféle megoldás, de nekem egy fokkal könnyebbnek hat, mert valamelyest közelebb érzi az ember magához az autót szerintem. Nem is beszélve arról, hogy a TC is jobban reagál, a fék az egyértelműen jobban reagál. Most nem rába motor van a Merci alatt, nem, akkor már kiestek volna, mint a ketten sajnos. Vagy nem sajnos, akkor igazi. Hát akkor sem kaptunk volna pontot, úgyhogy igazából nekünk az most mindegy volt. Hát Zéten, a Fránya Science kirakott minket nyaralni. Egy kiadós drop után. Egy kiadós drop után. Hát mit aggódás, érdekes jelenet volt. Amúgy most jut eszembe a kamionos versenyre visszatérve, hogy közvetítés van, mármint kommentár nélkül. Hát na tessék. Megveszük a jogdíjakat. Ott esetleg lehet nézni. Amúgy is találkozunk még egymáshoz szerdek, úgyhogy ledumáljuk, hogy hol lehet majd nézni az adást. És akkor majd szurkolunk egy Chris kollégának. Eldöcögünk a season breakig majd? És akkor megnézzük a fejlesztéseket addig is. Viszont
5-én álljunk meg, mert jön a pénz, jön a seg. Jó, az utalás. Kiningél a bankszámla. New parts have completed without issue. Eddig nekünk sikeres volt minden. The car, ready for the next race. Na hát, meg van dicsérve itt a Renault. Faszom, mi ez? Alpine. És 1000 pontért be tudnék fejleszteni, de akciósan kell nekünk ez a dolog. Szeretünk ingyen élni, ki nem. Hát összest, igazából nem is tudom. Motorerővel vannak gondjaink ugye, de nem tudunk még fejleszteni belőle, mert éppen készül. A szelep, cucc. Na jó, döcöketünk tovább részemről, itt miért nem költekezek. Két fejlesztés van 8-án, mind a kettő sikeres. Úristen, 9-én personal upgrade. Ó. Na, nekem is sikerült egy. Na, tessék. Fantasztikus. Fantörpikus. Fantörpikus. Jó van. Jó kis szelepek, simák volt. 2000-be kerül az olajnyomás pumpája, vagy mirosebb fejlesztése. Azt a mindenit. Ha még ezzel szép nagyot ugornánk előre, már-már partiba kerülnénk az Alfa Romeo-val. Hát egy 2000 pont az kurva sok, hát honnan szerezik annyit? Kapunk még pontocskát? Spanyol nagyjára nem lesz meg, de kapunk pontocskát. Na, királyság van. Királyság van. Personal upgrade. Ez is sikeres. Hát mi van ezekkel? Megtátosodtak, okay. Kérem szépen. We've had the new parts come through the fabrication process. We'll have them with us for the next Grand Prix. Grand Prix. Kis enyhe beütéses angol. Angol? Mi ez? Francia akcentus? Na, és viszont nem tudom, hogy mit évők legyünk. Ezt is 2000 pont lenne. Ó, itt viszont ezzel nagyon-nagyon ugranánk előre. Az aerós cuccal is. Talán, hogyha ezt befejlesztjük, akkor egy ideig nem kell törődnünk az autokaszniával. És ez még Monaco előtt el is készül. Ezt berendeljük. Van még egy 1000-esünk. Pont tudunk még egyet. Na. Ez viszont 2000, igen. Az baj. Az baj. A motorerőből, igen, az a 2000-es van, csak akkor csinálunk egy aerót még. Ja, ez volt az előbb, akkor így. Monakóra, bazeg, úgy megyünk, mint hogyha kis királyok lennénk. Hát szétfejlesztjük az agyunkat. Partiba kerülünk még a McLaren-es. Érdekes amúgy, mert az Aston Martin mindösszesen a 4. erőként van följegyezve, de baszott erősek mindenkihez képest. Kérdés, hogyha nem löki ki, vagy nem tudom, mit csináltak Norrisszal, akkor ott mi lett volna az eredmény? Lenyomja az Aston Martinokat, meg nagyon nagyot jött vissza a Norris. Hát ugye, ez nem az a sportág, olyan sok hal van. Sajnálatos módon. Még kapunk kétszer segélyt. Ez több, mint romantikus. Jó étvágyat, Martin! Jaj, nem fogunk ma versenyezni szerintem már. Aztán ki tudja. Aki még esetleg nem nyomta meg a like gombot, srácok, egészen nyugodtan csattintsa föl. Múltkor is egyébként elérte a házos karrieres adása 122 like-ot, úgyhogy egészen elképesztő volt. Nagyon cukkerek vagytok. Egyem valahogy kötök. Jó, nagyon jó. Szerinted milyen csapattal legyek egyedül a karrierbe? Hát az attól függ, milyen irányba akarsz elmenni. Ferrari fele, Mercedes, vagy Red Bull. Én mindenképpen kicsivel kezdenék, hát abban van a buli. Aztán onnan valamelyik nagyhoz, ha úgy van. Jaj, elfelejtettem megnézni, mekkorát fejlesztettek a csapatok. Ilyenkor írja egyáltalán? Már. Na még nem, majd, hogyha Spanyolországba érkezünk. Na az viszont még érdekes lesz. Hát tudjuk-e ugrani majd bárki melyiket is? Hát nem hiszem. Mind a két aerodinamikai fejlesztés már just 10-én érkezik meg. Hétfői napon. Az a szomorú, hogy 6-án van a verseny, ugye? De Monakóra mondom ideér. Bizony, hogy 600-an lettünk, amit még egyszer köszönök szépen, nagyon édesek vagytok.
De jó szokásotok van nektek, halljátok-e? Ijuhú! Jó estenki! Hát remélem, hogy nem hagytuk nagyon alacsonyan a többiek fejlesztésének a cuccaidejéket, tehát nem úgy néz ki, hogy nagyon durván veretik a srácok. Hát nagyon-nagyon nagy lemaradásunk van. Szegény Krisznek, meg az Alfának, meg pláne. Az nem volt egy egyszerű vállalás. 26-a, 650 pont. 3-án meg kapunk. Sosem tudjuk meg? Hát költekezik a fiú, oda nézzenek, csak meg kell szólni, és egyből megy fejleszteni. Hát igen, itt nem játszunk ebbe a partiba sajnos, itt nem tudunk már mit fejleszteni. Még gearboxot se. A legmegbízhatatlanabb autó. Az Alpine. Vagy csak a Sebátorra vonatkozik. Az kemény. Az kemény. Hopp. Hopp. Még egy kis segély. Kézecske. 1400. Az a baj, hogy kurva nem tudok belőle semmit se fejleszteni. Ezek ugye megvannak. 2000 pont kellene a... Mi ez? Kül? Az. 2010 pontocska. 950 pont a gearbox, de nem rossz a sebváltós, erre nem fogom elkölteni 900 pontot, hát majd itt valamire a motorerőt kéne mindenképpen beretni. Hát főleg, hogy Azerbajdzsán jön majd 4-én, június 4-én. Ujjjjj. Jó, szerencsé, hogy pont itt van a spanyol nagy díj, mert ugye tudunk pontokat szerezni Nándor úrral, és szerintem pont beleférünk még Azerbajdzsánig, és tudjuk majd fejleszteni az olajnyomást. Generáló pumpát, vagy mi a rossz seb ez. Fú. 200.000 dolláros értékünk van. Hát na, de hát állja meg a menet. Hát Alonso a 94-es a ratingje. Eddig is 94-es volt? Jó, 86 pontot kapott a tempóra. Mi a szar? Az érdekes. De jól láttam, hogy téged Klárika meginterjú volt? Igen. Hát beszarok, bázeg, lecserélt rád. Hát, hát milyen dolog ez? És meg is dicsért a semmilyen tempó miatt. Szerintem akkor ez már célzás jelleggel azt jelentett, hogy hívd el izért randevúra. Az anyám, kormányra játszok Szabolcs, vagy hát próbálkozok legalábbis. Ami kicsit rossz, de nem annyira, mint a ház, lehet vele csatázni ilyenek. Hát, barátom. Alfa Tauri, talán. Vagy Alpin. Ugye, menjünk szabad edzést még, vagy mit gondolsz? Mehetünk végül is, megnézhetjük, hogy milyen. Na tessék. Csak meg kellett győzni Krisz Komát. Sokáig nem tartott. Hát nem, nem. Meglehetősen hamar történtek itt a dolgok. Az kevés. Go to the Czech weekend. Na és itt nagyon érdekes lesz, hogy itt már kijelző ki mennyit fejlesztett. Jaj, azért vedd le! Imre! Az aikat! 110 az harapós lesz. Akkor ki tudunk ilyen kalibrálni? Mindegy szabad edzésem, meg mindegy szerintem. Bízom benned. Én nem is biztos, hogy rossz lesz. Lehet, hogy bárkányokra volt csak ilyen. Ez meg a másik. Spanyol nagy után valószínűleg okosabbak leszünk. Practice sessions are vital for the continuing nem tudom, lesz-e ma még verseny. Zétegy, nem vagyok benne biztos. You can use quick practice to direct the session instead. It won't be as effective as having you behind the wheel yourself, but it's better than missing the session entirely. Az Alfa Taurival vagyunk egyébként egy-egybe. Hát igen, harcba. Mondjuk harcnak ezt a kisfejlesztési csomagot.
A Ferrari óriásit fejlesztett, ez gigantikusat léptek előre, az Alpine is, azok mi vagyunk, igen. De hát egy korán sem olyan nagyon meredek az a görbe, inkább ilyen furcsán vízszintes. Hát a Ferrari-nál honnan jött ennyi pont, basszus? Az kemény. A Mercedes is nagyot fejlesztett, a Red Bull egy kisebbet, a Mercedes is. Az Aston Martin maradt ott, ahol volt. Most nagyjából azonosan vannak a Ferrari-val, mint ez látható is itt a csúszkán. És a McLaren sincsen nagyon elhúzva az élete függetlenül, de érdekes. 45 kört vezettünk már, ez pedig több, mint szexuális. Ja, melyik a kedvenc pályád? Hűha! Konkrétan kedvenc annyira nincsen. Én szeretem az európai kört nagyon. Az időmérős full esős lesz, Krisz kollega. Ijj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 
Hiha. Jaj, majdnem kiléptem. Az baj. Az baj. Micsoda versenyünk lesz. Melyik a kedvenc? Igen, szóval az európai kört azt szeretem. Spanyolország, Magyarország, Belgium, Olaszország, Ausztria, Szingapurt is bírom, Japánt is, az orosz pályát is. Amerikát annyira nagyon nem. Mexikó is jó pálya szerintem. A Brazil egyértelműen. Abu Dhabi meg a legjobb, vicceltem egyszer. Na nézzük, milyen practice programok vannak. Na most változtak ám itt a dolgok. RS Manager is megmaradt. Megmaradt a versenystratégia is, viszont becsatlakozott a kvalifikációs tempó gyakorlása, kérem szépen. Szerencsé, hogy ide is van setupunk, ugye? Lépés előnyben vagyunk, Magin. Hát, jó pénzért bármit odaadok. Ilyenre nem költünk. Ez meg már a te problémád, barátom. Na, nézzük. Újabb izgalmas, szabad edzéses etap. Hát, ha valami fejlődött a Zalpin. Okay, the track is green right now, so take a few laps to get the tires up to temperature. Try and feel your way around. Elsőként gurulunk ki a pályára. Magunkévá tesszük azt, a szó legnemesebb értelmébe. Bahreinben Chris, Spanyolországban pedig az Alpin. Hú, de furcsa az autó. Pláne, hogy kicsit még hidegek a gumik. Elsőként versenystratégiázunk, meg rámegyünk a fűre. A versenystratégiával nem voltak gondjaink, Bahreinben. Szervusz, Gyorsborg főnök úr! Az RS menedzsmenttel volt a problémáink, de azt a fejlesztettünk motor téren is. Hogy fene se tudja. Krisznek ugye pont sikerült az. Az összesen sikeresen mentél az összes programon? Nem. Valamelyik csúszott a pálya, alkalmazkodás az ment. Meg az első, mi volt a másik? A versenystratégia az nem. Na tessék. Nekünk pont fordítva ment, ugye? Green Sector kell, Racing Line, meg Competitive Cornering Space. Speed pontosan a jó idejű lesz. Legelsősorban az idején sikeres a hadművelet, azt szeretnek a boostok, de nem fordul az autó. Szűkebben akartam, hát ez nem lett szűk. Clean Sector megvan, gyönyörű. Nincs rossz tempónk,
nem ford egyszerűen az autó, basszus, nagyon alul betúlkormányzott. Túrja az erejét, mint a szél, mint hogyha malac lenne a sárba. Legalább kanyarba egyébként mindettől függetlenül úgy néz ki, hogy erősebb a kémia. Még az utolsó kanyar is bevehető állapotba került, nem dobja szét az embert a rázókő. Köszönöm szépen. Szerintem gondoltak rám az ilyenén, mert az életben tudtam jól bevenni ezt a két kanyart. Okay, super job so far. We're getting great data. Stay focused. Két méteres racing line-os tudsz. Szerintem az, hogy már két méteren belül a maximum a fehér vonaltól számítva. Én legalábbis így értelmeztem. Gondolom, hogy egész kör alatt, ami ugye valójában hogy lehetetlen, főleg hogyha olyan kör kérni, miért ugye megigényel a practice session, de ezt mindjárt kiderítjük. Most még aztán nem mentem a fehér vonal közelébe. Hoppá, baj van. Hát de nem lehet, hát esküszön nem lehet elkerülni fehér vonalat, sajnos. De nem fordul ez az autó, Krisz. Új, de nem fordul. Az egész pályán szerintem ide, Viktor. Krisz elment az eredeti pálya nyomvonala felé. Őt nem érdekli ezt, hogy a Zé meg a Codemaster ezt még nem csinálta meg. De ezt mondom, hogyha meg is próbál az embert vonalakon belül maradni, nem lesz jó a delta ideje. Ez nagyon nehéz ám. Azért szerencse, hogy itt kihoztuk a pluszokat, ugye? Aztán nagyszerű kör volt. Megtáltosodott Jeffrey is. Nincsen kompetitív kanyarvédi tempónk. Miért nem? És miért nem fordul az Alpin, gyerekek? Ujjjj. Lilultunk. Tartsd a deltát is, bizony, kurva nehéz. De hát, hogyha az ember akar kedvezményeket, akkor muszáj ezeket megcsinálni. Már kérdés, hogy már lehetetlen az az észre, de hát nem baj. Itt is lilultunk, 3,5 tizede vagyunk jobbak, mint az első körünkben. És egy másodpercünk jobbak a delta szerint. Na, fölé lett az Alpin a fejlesztések után. Meg is csúszott, na tessék. Megint a 3,5 tized. De várjátok, bejönnek az új pályák? Hát ez tök egyértelmű, Zéteny. Tök egyértelmű, persze. Ki ne várná. Jó ére Gimulát, főleg Portimao is izgalmas lesz. Jeddát nem tudom. Meglátjuk. A Vietnáminál bizonyára jobb lesz, mert a Vietnáminál minden jobb. Biztos nem adjak neked setupot? Hagyjuk. Nem kell, azzal nem volt baj. Ja. Úgy tűnik, hogy most eltalálta. Hoppá. A mérnök zseni. Tényleg Räikkönen tudja. Nem volt hülye kérdés, dehogy is. Nagyon magány. Gyere Hamilton úr. Azt hittem meg el ez is mellettem, hát akkor megbolondultam volna. Ujj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 
Nandi annak ellenére nincs a pályán, hogy itthon van. Érdekes. Érdekes. És vajon már megkezdett karrierekbe is bekerülnek az új pályák? Na Gábor, ez egy érdekes kérdés. Szerintem nagyon maximum úgy, hogyha vége van a szezonnak és új kezdődik. De hogyha ez se, akkor viszont baj van, meg újra kell kezdeni mindent. Úgyhogy én szurkolok a Codemastersnek, hogy megoldják, hogy be lehessen építeni, vagy integrálni. Micsoda szavak. Mert hogyha nem, akkor
akkor baj van. Ja, értem Zét, én bírom, mondom, hogy Portimao meg Imola az nagyon tetszik, Jeddát meg nem is nagyon láttam, nem is nagyon érdekel egy előre, nyilván azért kíváncsi vagyok. De várjam már, hát én ezt, ja igen, semmi, semmi. Szia Lajos, Mercedes-edet sétáltatod? Ez nem is a Lajos. Hogy állunk? Hamiltontól nagyon csúnyán kikapva. Hát jó, nyilván nem mentünk gyors kört annyira azért. RS menedzselés, a legnagyobb mumus. És megkaptuk a másikat az időmérés tempóval. Vagy másik szezonban vagy akkor, ha újra kezdett. Szerintem is inkább ez így megoldhatóbb lenne, hogy meg tudják oldani, ugye hát én innen okosan beszélek. Más dolog azért ezt így elintézni. Majd meglátjuk, nem tudom, fogalmam nincsen. De remélem, hogy azért adnak meg valami információt, mert tudom nem tudni. Hopp, egy Krisz kollega, szervusz! Tiszteletem! Hát a Krisz nem szavazik, baszki, kanyar közben köszön vissza. Hát, jó, látom, neki is tapad az alfa. De? De betapad! Szia, Dávid! Lesz még ilyen abban a pici folytatott csatában is srácok, hogy versenyen enyeredünk egymástól, én biztos vagyok benne. Most teszek el nagyobb összeget. Vetted magad nagy összegekben. Ja? Na megszólalt a nagy jóst. Aki gazdagá tette magát az epétek alatt. Chris ezelőtt egy házba lakott, a mai naptól számítva már egy kilövőközpontra hasonlító arzenálban lakik. Egy óriási palócával. Nagyon nem. De amúgy jó lenne. Na, megint nem jó az motorerő. Nagyon gyengülsz. És szerencsére sokkal több kanyar van. Csak nem vedén a mápon pályát, meg itt akarja ez a szarok fönt. Illendó úr. Remélem arrébb megy. Nem kell Lando, maradjál csak. Majd, tedd a picsába, megoldjuk. Clean Sector. Hát azért ezt nem mondanám annyira nagyon. De egy buszot elértünk. Ugye a Bahreinben nagyon sokat elvettek az egyenesek tőlünk, azért nem is volt jó az RS, és most is látok, hogy nem is nyomok rá az RS-re, akkor motorerőből ez nagyon nincsen megoldva. Kíváncsiáltam volna a kanyarban mennyit hozok, de ezt már akkor csak a következő körben nézzük meg. A majdnem 30%-os közepeseimmel. Valahol akkor itt tönkre lehet tenni ezen a pályán a adólemezt. Competitive Carmening Speed? Hát nem mentem csak 80-an az egész pályán gyerekek, és most kapom meg azt a boostot. Tudtam volna, hogy hát akkor nem is megy gyorsan. Na most betapad. Bizony. Előttünk egy Red Bull Verstappennel. Igazán félreállhatnak. Köszönöm Max. Köszönöm Puszi. Pedig rosszul semmiképpen sem nálunk, és az utolsó szektor erős volt elég az Alpinnak. És nem akarom elkevenni, de úgy néz ki, hogy végre az RS Management az sikeresnek bizonyulhat.
Igen, egyértelműen. Jó, kanyarom, akkor jó az Alpin. Krisznek szikrázott az autója. Ja. És a Racing Line is megvolt, beszarok! Kifújtok az Gyönyörű. Amire most tényleg kibaszott kíváncsi vagyok, az az időmérő tempó gyakorlása. Na hát mindjárt szélesebb az arcom, van a mosoly. Jól van. Laps of fuel remaining. Botti, hogy vereti neki mi? A Bahreini futam győztes, kérem szépen. A nagybani királya. A dinnyék mágusa. A szaunák megrontója. Verstappen mögöttük van! Közepes, vízé keményeken, ma. Végén egy jó hír. Ez igen. Megtetszett az, ahogyan mész, és én is az Alpinnak kezdtem a karriert. Ó, de romantikus. Akkor fél év meddig már csapattársak vagyunk. Gyerünk, kacok, töltök vissza a boxba gyorsan. Pik-pik, puk-puk. Most azon gondolkozom, hogy ezt a három darab practice programot teljesítenénk végig a boostotokkal együtt, akkor vajon elérhetővé válna egy újabb? Mert hogy három újabb. Fene se tudja. Tudod, a milyen csapnivaló középső szektorral. Az igen. Jó, hát mi meg ugye ne beszéljünk, de hát lassan mentünk. Na most majd gyorsan megyünk, srácok. Standing by. Te kinek szólok a szomai futamból? Én Verstappennek, Norrisnak, Vettelnek és Alonsónak. Hát igen. Abszolút, osztom a nézeteidet. Löcslerrel kiegészítve. Hát bizony, hogy Sainz is hogy előre tud lépkedni. Meg hát Russellnek már passzos ott kéne lenni a pontocskára. 13-ra fog ugye ő most indulni a büntetés miatt. Felszámoltam. Valamire kíváncsi vagyok, szia csucsu, hogy a Merci mit fog csinálni. Ugye valamelyik kezébe bele kell harapnia most, vagy Russellt odapakolja és lesz egy Rosberg Hamilton 2, vagy a Norris, vagy a vizét Russellt, azt akkor el kell engedni, és nincs mese. Beáldozzák-e ezért a három évért a biztos jövőt? Vagy kettővel meddig marad még a Hamilton úr? 4-5, ki tudja. De hogyha most a Bottasszal azt elkezdik hitegetni, hogy ha elengedi Hamiltont, akkor maradhat, és ha bejelentik ezek után, hogy Russell megy, akkor az azért undorító. De viccen kívül, ez is egyébként számomra, bocsánat, undorító. Ez is a Merci fanoktól, hát nyilván értem az érdekeket, de gyomorforgató. Nyilván Schumacher Barrichello esetben is az volt, amikor 5 méterrel a cél előtt ugye Barrichellónak el kellett engednie, meg előbb kellett volna, de hát az utolsó méterekre hagyta. De nézzük a gyors kört. Érdekes, mert a motor tempó annyira nem tűnik szarnak. Konstantan. Most már igen. Betapad, de szépen tapad, de jóval. Nincs lila első szektor, és Verstappen is rosszabb első szektort jöttünk, ami egy kicsit bánt.
ez itt mostantól az Alpinnak a pályája. Összarás befügyözás, 6-10, de jobbak vagyunk a Deltánál. Okay, test complete, and that was a very good job indeed. We got a lot of valuable information out of that. 9. helyre jósol minket a tudsz. Francokat 7. De azt nem tudom, hát Leclerc közepeseken gyorsabbakat jött. Verstappen keményeken. Most ez ilyenkor... Tafok. Itt jött a Cunoda. Ez bepakolt, barátaim. Sose tudjuk meg. Akkor majd megnézzük magunknak a boxból. El sem hiszem, hogy 3-ból 3 sikeres akció volt. Tsunoda behind. Their best lap time is a 1:16.7. Egy tizede jött rosszabb kört közepeseken, mert ez közben mindig nagyon nem jó. És jön a Nándor. Tumi mit csinál? Gyerünk, Nandi. Richardónak így nem tettünk jót szerintem. Visszaenged, köztes. Háromból három practice program sikeres egy boost kivételével. Mi történt? Okay, you need to come in before you run out of fuel. Pit within 2 laps. Milyen erős az AI? 110-es. Akkor mondom másképp. Mindenkinek szurkolok kivéve Hamiltonnak és Mazepinnek. Az igen. Mazepin amúgy nem tűnik annyira szar alaknak. A pályán kívül. Néha mond irgalmatlan nagy butaságokat, de... Nekem például Cunoda attól függetlenül, hogy... pályán nincsen semmi gond vele, meg nem megy rosszul. Abszolút unszimpatikus. Mazepinnél is jobban. Én Hamiltonos vagyok, de nem a hibrid éra óta, mondja Csucsu. Kicsi csok volt már Hamiltonból, de mindenkinek a maga döntése, mondja Dávid. Nem szólom le Hamiltont, és nem szeretnék ebbe belemenni, de Hamilton már szerintem csak az autó miatt van ott, ahol a Williams-szel nem tudná azt elérni, mit Russell. Nyilvánvalóan hát ez rengeteget közben számít, meg bele számít a dologba, hogy milyen autóban ülsz. Most, hogyha ott ülne egy Alfa Romeo-ban 16. helyen, 15. Giovinazzi szinten, akkor azért lehet, hogy megunná az életét. Na, aztán ki tudja. De igazából 2 boost nem sikerült. Ez a stay within 2 meters of the racing line for an entire lap. Hát ez szomorú. Tehát igazából nem tudok úgy menni, hogy az jó lehet. Tehát a qualifying pace-et, tehát gyorsan kell menni időmérős tempót úgy, hogy 2 méterre belül nem közéted meg annál jobban a... ami ez... fehér vonalat. Illetve a racing line. De hát ott igazából... hát igen, mondjuk az a... végig kéne követni a... izét, mi az a szamár vezetőt. Én tudom, csak a kanyarba érintem. Na, az baj. Az baj. Nézzük, hogy állunk időeredmények ügyében. 1,1-et kaptunk Strolltól. Jó, a legközelebbi lágyas tőlünk. Mennyi van a lágyas a közepes között? 1 másodperc sem. Mennyi? 5 tized. Na, hát akkor annyira azért nem rossz. 5 tized. 1 másodpercet kapunk jelen állszét Fetteltől is, Leclerctől is. Itt pára megelőznek minket. Schumacher már nem biztos. Alonso sét egy világverőkört. Bár javítgat. Ügyesen okosan megfontoltam. Szépen is kimértem.
Hát nem igaz, hogy a telefonom miért tartja meg ezt a 144p-t. Nem tudok egy elolvasni senkit sem, aki beköveti az oldalát. Köszönöm szépen! Martin. Isten hozott, errefele Martin. Ha esetleg még nem nyomtatok meg a like-omat, akkor egészen bátran tegyétek meg, srácok. Nem történik semmi, de jól esik a szívemnek. Kérem szépen. Schumacher. Javított az idején. Alonso előtt van, mondjuk közepessel, de... az is számít valamit azért. Megyünk pár kört a közepessel, azt hiszem. Ja, azt tankolni is kellene, mi? Checks complete. All personnel be aware, we have a car leaving. Azért Sainz-szal nem lenne elős találkozni, hát nem. Őt el kell kerülni nagyon nagy ívbe, most ráadásul otthon van. Úgyhogy... még a kukesza is nagyobb. Szia, Truger! Hogy mindig feladod nekem a kezdő oldalra? Hát... nem tudom, fizettem a YouTube bácsinak, hogy ezt tegye meg. Ők nem volt sikeres hadművelet. Nem tudom amúgy. Veszek az algoritmus úgy érzi, hogy te kívánsz engem. Köszönöm szépen a követést. A Devla szállított el itt téged a vonatról, barátom. Pont jó helyen vagy. Gyere beljebb. Kapsz két puszit, meg egy puszedit. Mindenki jól jár. Sainz de jó kötött, keményen. Tizeden belül van. De nagy versenyek. Az egyik Williams, meg az egyik McLaren között. Inkább ebből ki is maradunk. Okay, just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the Látik temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. Jó, de széles lett, és húztuk is szépen az alját, azt hiszem. Mindjárt elolvasom, Truger, bocsánat, csak gondoltam, hogy megyek pár kört. Hogy biztos, hogy legyünk a versenyben. Széles. Bore. Egy kerékkel már bőven álltuk. Mazepin a kibaszott 11. Erős lesz még Zai Krisz. Lehet. Ja, én is azt nézem. De nem is erős, hanem hogy kibaszott erős. Tehát ilyen e-sportolós köröket jönnek. Hát, hogy itt a Bereznai Dani ülne, nem lenne neki a probléma, vagy nem tudom, akárki Foton Steve. Tehát én csak a Psycho bácsi vagyok. Nekem azért mértékkel, srácok, mert hülyét kapok. Úgyhogy esetleg így sokan igazolni, esetleg esetleg egy Forma 1-es csapat. Figyelj, én igazából néhány Pepsiért megyek. Csak katona legyen. Annyi már nem olyan, kapom az ingyen cuccokat. Meg se kell vennem őket. Tudod, milyen drágák azok a kapucnis kulcsik, te? Én úgy mondom. Nem, sajnos. Te félre raknál be kólát az asztalról, hogyha interjúzna? Coca-Cola? Akár azt, akár a Pepsi. Hol? Hát a kokát mindenképpen, főleg, hogy a Pepsivel aláírok, gyereket, nem ne viccelj. Megfogom, fejbedok bele egy riportert, Klárikát elsősorban. Ujjjjj. Szerintem ezt a baloldali rázikövet hagyjuk is. Békén. Hát most már megint nem fordul az autó, pedig milyen szépen ment az időmérős practice-en. Ugye ne felejtsük el, hogy azért... hát Chris pláne, de én sem mentem még spanyol nagy díjon.
idejátékba. Egy pöppet se, néhány kör tétébe, de hát ez nem most sokat. Okosan, ügyesen. Ő mindig túl kormányzottnak érződik. 19-5. Mögöttünk szinte nagy verseny, egy apró és egy ház között. Csak nem te vagy az. Szerintem mélyebbről kellene kezdeni ezt a konyhát és szűkebben venni, nem pedig kitolni a széléig, ugye kipróbáljuk. Azt a csatát látni akarjuk, mondja a főni. Hát ezt én is látni akarom amúgy. Kis szegmensét elkapjuk, nem? A fene. Lát és Hans ráadásul be is jön, megijedt a Krisztől. 18. Na, hogy mellettem van, le is húzódtam kicsit. Nem érted most, mert miért nem akarom megelőzni? Óvatosan kell bánni a bal oldali rázókival, úgy nézem. Kérdés, hogy mennyire rakjuk az aikat, hogy mi az, ami még nem túl könnyű, de nem is túl nehéz. Hát ilyen 105-103 körül. Hát szerintem majd megnézzük sima Grand Prix-be, hogy mennyit jelent aztán a szerint. Az is jó. Szó szóval szerint elhajított a rázókő. Az aljával mi lehet az alakul? Ez igen, ezt lesz már szóval. Latifit nyugdíjaznád minket szóval. De olyan baromi mély hangja van a csávónak, mint hogyha valami rádiós műsorvezető lenne. Tehát mélyebb hangja van, mint a pokolból felérkező hangoknak, ha van ilyen. Sok volt, basszus! Ejj, a hátulja! Jó, nincs meg. Jön Krisz kollégát, elengedjük. Szia, szia barátom! Mit láttál a színén? Tessék? Virágot szett? Hát ennél jobb kérdésed nincsen most? Kicsit összeszedtem a füveket. Várj el. Tudom. Fettel, mintha nem is félne bazzeg, hát pedig az itt voltunk a pályán, és egy kicsit megijedtem. Hányas ajval mennek az urak? A 30-assal, az butára vezetik? Nem, 110-essel. Valószínűleg azért ezt még szokni kell egy kicsit, hogy ez tényleg 110-es legyen majd. Most vissza fogjuk még venni szerintem. Hát a Balázs ez most kapott rendesen. Hát ez furi volt. Füvezni nem szégyen, bizony, bizony. Ja, híresztően.
De ha már feldobod, akkor bekövetlek. Jaj, de édes vagy, Ancsi, köszönöm szépen. Hát akkor most már extrán fel fog dobni engem. Nagyon jó. 19 a német, de kapott büntit a boxért, nem. Hogy Hamilton rossz, akkor nem. Nemrég tartom az új csatornát, de nagyon jól tudod, úgyhogy jöttem szurkolni. De édes vagy. Hát köszönöm szépen, Truger. Ez mondjuk megint furcsán hangzik, hogy itt aranyoskodik nekem, én meg egyből letrógerezem, de nem tudok mit tenni, ez a neve. Klár jön veled. Hát ez már ott nem, de nem jön sehova, hát a Kriszt interjúolja meg, azt gratulálgat neki. Ha, mi ez? Mazepin lágyam van csak azért. Hát csak itt az a szépség hibá a dolognak, hogy én a leggyorsabb körömet szintén lágyjal futottam meg. Hol vagyok itt? És hát a drága Nikita is hozzájött. Aki, hogy csak 200-addal vagy 26 000-re vert meg, de hát az 26 000-re is, ez egy ház. Basszus. Államzó is kemény keveréket csak 0,4-del van elmaradva, 3-mal. Furi. Furi muri. Williams-el oda vágnál, oda, oda. Nem lopott alig használt alpi fűnyíró eladósan. Eladó erősen áron alul. 105 elég nektek kezdésnek. Hallod? Elég nektek kezdésnek, azt mondja főni. Hallod ezt? Beárazott bennünket. Szép. Jó van. Eddig ment csak a nyalás, akkor Speedwine. Többet itt kakatisztítás, izé, ne, nem, semmi. Még egy tavi erős sorrend van? Nem tudom, nem hiszem. Ez már elvileg az idejének kéne lennie. Csak hát vannak ilyen furcsa dolgok, ugye? Ha valaki nem értené, akkor mutatom. Ez itt a fuk. Meg ez hogy soha nem volt ilyen közel senki, sem a Ricardo szegény életem. Hát ezt mit lehet tenni. De legalább már jöttek mögöttünk is kört, és nem vagyunk még tök utolsók, de hamarosan azok leszünk. Én egy cuki tróger vagyok. Na tessék. Szerintem kinyer a futamot. Hát... erős affinitást érzek most a Verstappenbe. Chris kollega mondta, hogy ő Hamiltont érzi most. És Chris kollégának jók a meggyőzései, hozzáteszem. Az időmérő már bejött a tippem. Na... igen. Igen. Mármint a rendes kvalin, nem a sprint futamon. Ja, igen, értettem. Csak rebootolni kellett. Lehet, hogy Mazepin, izé, Latifi. Mi van? Mazepin Red Bullt ivott. Ja, Mazepin vodkát ivott. Tényleg. Nikita a hontalan. Szevasz uram. Szia Mazepin. Szia Mazepin, bazzik itt van a cseten. Szia Master Effect. Jó van. Érdekes. Kibaszott érdekes. Nem fér a fejembe, hogy hogy lehet Mazepin ilyen erőset csinálni, hát 67-es a ratingem, úgyhogy ilyen, mitől ilyen erős? Mit ivott? Mit evett? Meg amúgy is, hát mi a szar? Mi a hányás? Mi a pisilés? Miért van az F1 2014 megjelenítve a játékoknál itt YouTube-on a videó leírásában? Hát mi a genyó? Hú, srácok, a live alatt még 17-en feliratkoztak, azt a betyárját. De menők vagytok. De menők vagytok. Na, tetszetek nekem. Na, rákukkantunk itt a... 750 pontból 750 pontunk van. És... hát, igen. 13 boostunk. Vagy mi a szar van? Dehogy is. 3, 6, meg 4, ugye? Akkor 10. Jól mondom? Jól. Vagy milyen 4? Emberek, hát számon is tudok, ez 2, ez 4 és ez 7. Na, hát így elérkeztünk a valóshoz. Jó van. A verseny mennyi az esélyenek, hogy esni fog? Időmérőn 10%. Versenyen meg 3. Nem azt mutatod, hogy esni fog az eső?
De úgy volt, de azt hiszem úgy van beállítva, hogy az időjárás előrejelzés tévedhet valamennyit. Ó, ne csináld ezt, a betyárját tényleg. Ajaj, akkor bajba vagyunk. Na nézzük, kik gurulásznak. Perez, Norris, Stroll, Tsunoda, Verstappen, Mazepin, Schumacher, Giovinazzi, és itt ez a szexi úriember szúros tekintettel, kék sisakkal. Most kit írtam körül, kit ott találni, Krisz? Nagyon szexi az igazság. Igen. Nem. Egy kicsit. Hát több haja van neki. Most nem szőke. Akkor nem tudom. De nagyon jó képű. Szigorúan néz. Ja, akkor tudom. Na. Kicsoda. Nem mondom. De mondd meg. Kérdezz meg tudomásomra. Kérdezz meg Klárikát. Nézd oda. Mi van köztetek Klárikával? Arra úgy. Ne neves, nem vicces, nem szomorú. Családot terveztem vele. Kinek mi szomorú, hát? Most Krisz nem szabad zavarni, mert gyors körön van. Ez is a mentális erőpróba volt. Bepaggolt a hang, azért olyan furcsa hangja, vagy Krisz bekapcsolta a cheat engine-t, nem tudom. Valamikor ja, kettő közül. Hoppá! Nagy orosz medve. Na, az igen, köszönöm, ez a pénzes, hogy ezt azért nem. A fizetését az elfogadnád, nem? Én is, a felét is. Kap fizetést egyáltalán? Ami vicces, hogy a neve mellett nem lehet zászló, de ha a verseny közben megnézed, ott van a tömegben az orosz zászló. Hát, ja, igazából, de hát ugyanúgy van ott lengyel is, meg indiai ír. Úgyhogy... dopingoltak valami világversenyen, és ez a büntetés, hogy nem lehet kint a zászló. Ez most friss, vagy amúgy soha az életben nem lehet kint a zászlójuk? Mert amikor mi drága kucseránk az kokainozott, ugye? Hát dopingnak nevezhetjük a kokaint? Nem tudom. Akkor nekünk nem volt ilyen azért. De ez nem egy emberről szólt akkor. Nem? Jaj, volt az a nagy botrány. Te mit csinálsz? Ha. Megnéztem itt, hogy mik vannak. Értem. Tényleg, hát ott, mint hogyha majdnem a komplett orosz csapat valamit csinált volna, nem? Ú, tényleg. Szépen lassan. Úgyis volt, hogy nem is indulhatnak, aztán ezt azt hiszem enyhítették. Hát mondjuk úgy nem nehéz indulni, hogy nem vagy orosz, érted? A zászló szerint. Ja, ezt intézte, hogy törlik a zászlót, de akkor mehetnek. Az igen. Azért két napja fejtegetjük, hogy miért nincsen orosz zászló bárkinek is neve mellett, aki orosz. Tegnap eljutottunk odáig, hogy dopping miatt, ma jutottunk odáig, hogy csoportos dopping miatt. F2-ben vicces, hogy karrier kezdesz Mazepin mellett világtérképen, másik orosz mellett, meg ott az orosz zászló. Ők lehet, hogy Mazepint utálják, nem tudom. Majd még a végén az lesz, hogy betiltják a Codemasters játékát az ilyen bugok miatt. Na az, bazdek, hát fizettem érte, akkor valaki fizesse vissza az árát, nem már? 22-ig van az eltiltás, mondja Csucsu. Bazdek, nekem ez teljesen kiesett. De ez nem mostani történet, ez legalább 3-4-5 éves, nem? Kettő össze. Kettő? Ha. Úgy volt, hogy az oroszok nem is mehetnek az EB-re. Hm. Az igen. F2 nem számít világversenynek, Schwarzman is mehet orosz zászlóval. Nem világbajnokság a Forma 2? Forma 2-es világbajnokság. World Championship, vagy Sima Championship, nem tudom. Nem, akkor azt valószínűleg tényleg nem világbajnokság. Na, ezt most megkérdeztétek volna tőlem, hogy világbajnokság, én rávágom, hogy igen. Azért ez elég durva, hogy az országodból mindenki szenvedje, mert volt pár idióta köztük. Hát ez ilyen zéró toleranciás, elég erősen. Holott értem én amúgy, hogy nyilván nem jó senkinek, csak jó rossz. Ez kijutott bármelyik olimpiára, vagy EB-re, vagy VB-re, de... valahogy vizét kell venni, hát nem revans végül is, de... elrettentő jelleggel kell föllépni, mert amúgy most, hogyha tudod pénzbüntetést kap, nem tudom milyen szövetségot, akkor kifizetik, főleg az oroszok. Akkor más is csinálni fogja, meg kis pénzecske, meg talán elvizik az aranyat, hogy nem jönnek rá, akkor nem tudom. Így azért megkockázandó. Egészen pontosan, na, megvan a szó.
Mehetünk FP2-re? Vagy még akarsz gurulászni? Mehetünk tovább. Támogatom az ötletet, barátom. Meggyőztél, Viktor. FP2. Na, mi lett ennek itt a vége? Ricardo. Ja. A baszik tovább nyomtam. Ijaj. Ijaj. Akkor mindjárt mondom. Alonso 8. Az igen. Leclerc 10. Az igen. Sainz 14. Jó, hogy keményeken volt. Többi nem érdekes. A többi nem a szarom. Tróger azt mondja, hogy Mazepin az egész világért pörög az F1-ből. Milyen nagy lelk ez a Mazepin fiú. Kedves tőle. Mikor lesz a futam? Valós. 3:30, nem? Valamikor 3:30-et néztem, de mindjárt ránézek neked. Biztos egész óra szerintem, de... Ja, hát hogy úgy, igen. Akkor nem tudom. Nem 5 óra? Rosszul emlékszek, hogy 4. Nézem mindjárt erre csak. Box utca Mergzin. De sokat kell tekerni, srácok. Ejjjjjjjj. A tankolás időszakát idézte fel Leclerc-ben a könnyű autó sprint futam. De amúgy tényleg, bazeg, túl van már, tényleg nagyon durván szabályozza minden. Francok nem lehet, könnyű autók menjenek, tankoljanak, vagy találjanak ki valamit, ami nem gyúlik, hogy mindenki mindegy, de hát... 4 órakor lesz a futam. 15:30-kor van a futam, nekem azt írja, várj csak, akkor az a bevezető lesz, nem? Hm? Ja. Hétfő lesz a Box utca magazin, úristen! Annyira szeretem ezeket a klikvadász főcímeket. Ledöbbentek az Alpine csapatnál, amikor lekerültek a gumimelegítő paplanok a sprint futam előtt. Na miért? Mert lágyak voltak Alonson. Úristen. Jaj. 15 óra helyi idő szerint az Magyarországon az 16, nem? De, bizony. 4 kör van a futam. Ja, Forma 2 megy? De menő. Délben volt. Vagy 11:45-kor indult az F2. Ja, 4-kor van a futam, faszom, mert körnek olvastam, de milyen kör? Bazd meg, hát beszarás. Perez lett a második? Ezek tippelgetések voltak? Ja, igen. Tényleg Mazepin volt az első, aki megforgotta a... vizék tekintetében, sprintfutamok tekintetében először. Hát milyen dolog ez? Ez valamit elért már ez a srác. Ebből is statisztikai rekordokat, csak nem úgy, mint Hamilton. Hogyne. Belátta ő is, látod, nem ilyen rászerűen, hogy szépen megül magának, meg nem tudom, várja a kis sorát, ott fasz, megdönt minden rekordot, amit lehet, csak... Nem más irányba. Ja. F1 2021-ben kéne ilyen szebb mód, hogy nézed a másik autót és kapsz fejlesztési pontot. Lenne egy ilyen rangor nyomozó, ki lehetne fejleszteni. Mégis az is tapasztalat. Hát... Az sem baj egyébként, hogy az ember érti, mit csinál. Bizony, Jézuska, bizony. Negatív rekord is rekord, abszolút. Mindenki emlékezni fog a nevedre, most azt, hogy elé mondják, hogy te voltál a legnagyobb hülye a Forma 1-nek, kit érdekel, hát beszélnek rólad. Hülkenberg, te se azért emlékeznek, mert olyan sok világbajnoki címet nyert. Hát nem. És egyébként leszámítva a beugrásait, nem is emlékszem olyan versenyre, amikor valami emlékezeteset csinált volna. Leszámítva, hogy neki megy a falnak, vagy kiesik, fölborul, kigyullad. Neked van bármi emléket, Hülkenberg? Valami pozitív?
Most nem rossz indulva, de komolyan kérdem. Hát volt egy brazil futam, ahol majdnem sikerült neki. Hát persze, igen, tényleg, na. De nagyjából annyi. Jó, nem mondom, hogy egy rossz pilóta volt, mert egy... Nem, semmiképpen. Ugye egészen erős, középszintű versenyző, de semmiképpen sem világbajnok alkat. Azért az mennyire bizarr már, amikor egy olyan nevű embernek benne van a nevében az, hogy Jézus, azt írja, hogy Jézusom. Azt ő minden. Szereti magát. Jaj. Russell 9-ről kezd, és nem 10-ről. Hát, az a 13. lesz az a 9 barátom, hogy kapott 3 helyes. 3 helyes kapott? 5-5? Akkor 12. Na és Jézus be is követett. Úristen, hát zavarba gyűvök. Ne devesedek. A hátamon persze, de... Idő kérdése, hogy máshol is megtörténjenek ezek a csodák. Bár azért nem vettük vissza az AI-nek az erősségét. Meg fognak minket ciciztetni. Szerintem most nem is lett volna rá lehetőség, mert ahhoz ki kellett volna lépni. Ó. Majd szerintem ezt befejezzük, és akkor... Nem tudom, te akartál-e még menni ezen kívül? Hagyhatjuk megint úgy, hogy legközelebbre a harmadik szabad edzést az időmérővel, meg a versennyel. Szerintem izgalmas. Kis bevezetést tudod, aztán egyből föl a csúcsig. Nincs az egyből, hogy úristen, verseny van, azt nem lehet beszélgetni itt a jó komákkal, barátaim. Köszönöm szépen a követést, Horváth Dávid. Nagyon cukker vagy. Nem mondjatok el senkinek, de... Éppen Krisz nézzük. Krisz van a képen. Na, tessék elkapcsolni gyorsan. Ja, Trog, akkor lemaradtál. Hát három helyet kurvára nem értem úgy ez a Russell-es eset. Hát egyrészt ugye megjelentek nálad bal oldalt is. Szerintem meg nem látta, aztán megijedt, mert hirtelen meglátta az autót. Beletaposott a fékbe, megcsúszott az autó ugye. És pont ott volt Sainz. Nyilván lehetett volna figyelni, hogy ne ezt legyen ilyen történés, de basszus. Szerintem ez belefér még éppen hogy, de belefér a verseny balesetbe. Főleg, hogy konkrétan az, hogy Sainznak azon kívül pozíciót vezített, semmi baj nem lett. Hát de... Másképpen gondolta a főni, fönn a toronyba. Megyünk egy kemény kis etapot is. Norris az első kör a második szabad edzésen. Majdnem megint az lett a vége, pontosan. Figyelni kell, hogy a naptárt visszavegyem, mert 12 kör a tankom. Most így elmek időmérő edzésre, akkor valószínűleg nem leszek kompetitív alkat. Én vagyok. Látom. Oké. Szegény. Most nem kapjuk rád amúgy. Köszönöm szépen a követést, István. Ha megengeded, én csak István királynak fogok hívni.
Lando Norris talpja mi 15-1. 3 másodpercre van tőle. Az lófasz. Ez meg széles. Micsoda sás lenne, hogyha lehet nyomni hot lap üzemmód mellett az overtake-et időmérő edzésen. Be kell integrálni. Át kell olvasni az FIA szabálykönyvet, és hogyha lehet, akkor lehet. Ott nincsen appelláta. Kis kapuk mindig vannak mindenhol. Nagyon furcsa egyébként, hogy a kigyorsításnál nyilván TCO-val sokkal korábban rá lehet állni a gázzal, és én még mindig csak 3/4 nyomom, vagy félig, holott már lehetne simán full gázon az egész történet. Ezt meg kell szokni nagyon. Na, Chris Collier-t megelőztük, ez az. Magyar szépen. Hát ez nem volt olyan nagy mutatvány. Arra leszek kíváncsi, hogy most megint ugye nyilván el kell kezdened kamionozni. Na hát az még durva lesz, hogyha ott is visszaesett. Jó, akkor... Akkor mérges leszel rám nagyon? Van nagyon. Jó. Akkor vegyek ilyen pajzsot, ilyen mint a rendőröknek is van? Tüntetésekkel? Hát az nem ér semmit. Jézus! De most megfenyegettél halálosan. Meg. Az egy Alonso előttünk vajon? Vagy egy... izé... egy Williams. Az egy Williams. Meg Georgie fiú. Mint a sajban mehet a kókkacs. Szegény csupa. A fő az, hogy legyen sikerélmény, nem? Ha időmérőn mennyire 10 perccel azért a pole pozíciót, akkor kétem le kell szarra megnyerted. Addig jó az, hogy az erőség, ameddig boldog vagy. És én most kifejezetten nem vagyok boldog. Mondom Krisznek is, hogy nem vagyok boldog. Te boldog vagy? Nagyon. Nekem igazából sokat nem határoz. 100 vagy 110. Nagyon. Attól tartó. Egy kicsit onnan mentem. Házokat akkor lehet, hogy el tudom kapni. Hát meg Giovinazzit is elmentem. Bassza meg azért, hogy egy másodpercen gyorsabb. Sérült a gépkocsi? Hát nem. Érdekes. De érdekes. Az... Itt jobban megpróbálom erőltetni, és azonnal forgás van belőle. Megint megforogtál? Ha. Keresem a határokat, de mindig megtalálok. És át is lép.
Na jobb, akkor határok megvannak, és ahhoz kell igazítani a dolgokat. Már csak időkérdése. Hát jó, azért ne arra, hogy fél éve ki, hogy az ember nem fog pikpak vissza esni a csúcs tempójába. Chan Lechler közlekedik mögöttünk. Ki tudja, lehet, hogy még ameddig a 20-21 tart, addig egyszer még ki is ütjük a helyéről, azt mi leszünk a felelő pilottája. Az új reménység. Ebben a kanyarban is megvannak a határa. Ott dobtam az én is, de én is ezzel nem kell aggódni. Egy csepény. Nekünk kéne veretni egy gyors kör. Az esélytempóra most már körülbelül készen állok. Túrja az oldalt ez a szar. Rakjuk a izét, a lágyat, azt akkor csapatjuk neki. Mit gondoltok, erősebbek lettek az AIK 2020-hoz képest? Egyértelműen. Meg szerencsére okosabbak is. Ideje volt. Saját néző bajnokságot. Hát attól tartok, hogy ez nem nagyon telne be az a lobby hamar. De egyszer verethetünk egyet. We've had to spend time repairing the damage to the car. Semmi sem foghat bennünket vissza. Első szájból szerintem vehetsz vissza. Lehetséges. Igazából most az egész első szányat majdnem levettem. Ja. Hát valószínűleg kell még valamit kezdeni vele, mert tényleg túrja az orrát. Hoppá, hogy kell? Így, nem, hogy kell? Nem tudok akkor állítani, hogy most szar van? Ja, így, oké. Okay. 6-11. Megnézzük így, azt most utána igazítjuk a hátsót. Hol vagyok én? És hol vannak a gumik itt van? Jó, megvan. Nyiketa. A legközelebbi kemény keverékes az Hamilton, és tőle kapunk 2,1 másodpercet, úgyhogy az szar. De mindegy, hát meg fogtunk tankolva rendesen, most kitagadás. Visszavesszük. És vegyünk egy gyors kört. When you're ready, let's go.
Nekem az a setup változás érdekes, tavaly egy pályán 2.8-as szárny volt, most 10.4-es, szóval nem értem. Hát van aki kicsoda dolog, hoppá, Nampi versenyzik az egy Ferrari-val. Az igen. Végül is a nézőkkel valóhoz be lehet állítani a Ghostot, akár nem annyira, akkor nem annyira veszélyes. Nincs abban a kontaktokkal, csak hát nem szabad itt horihorgas módszereket alkalmazni, azt neki menni a másik meg orvaszájba. Hát nyilván az már problémás, ami történik. Soha jobban, Melinda, köszönöm. Hát neked hogyan szolgálok ez a segítségen? There's 3 laps of fuel remaining. Jajj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 
elkaptam ott a hátulját. Röpüljünk. Ajajajajaj. Második leggyorsabbak vagyunk, pedig jöttek már jó néhányan költ, tehát teteket motorral, az még jobb. A kurva nekikapunk mindenkitől 500 másodperccel. Hát amíg föltekik motort, mi lesz? Ez még négy kérdés. Pályáhajás volt, nem baj. Jobb lesz így az első szájnevételével. Ó, hogy a francban abszolút. Ez egy jó ötlet volt, látod. Matthew, jó ötlet volt. Na, Zeppint legalább megelőztük a faszba. Több a semminél. Ricardo, ha megáll. Pedig jöjjött ki a boxból. Érdekes jelenség volt, ütökadás. Hatodik hely, 1.16.3. Előttünk keményen van a Hamilton, még mindig csak mondom. Ez a Ricard ez nagyon-nagyon kedves, már másodszorra csinálja meg ezt. Talán nem visszaenged. Hát nagy lelkűnek gondolom ezt a Ricardot. Box this lap, please, box this lap. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. Visszatérés az anyahajóra. Tisztán, mint a Top Gun. Na, jó. Eldobtad. Táncoltam egy ideig a határon, aztán átugrottam. A betyárját neki. Jó van, hát muszáj. Hogyne. Határokat mondom, meg kell találni. Meg egyszer Krisz nem játszott fél év Form 1-es játékkal, a közelében nem ment neki. Aszettózott, mint az állat, az igaz, de hát ez pont teljesen más, mint a Forma 1. Már csak 9 tizedet kapunk a Leclerc-től.
Mazepin megvan, Schumacher megvan, Giovinazzi megvan. Tsunoda is elvileg, ha levonja bele azt az 5-10-et, amivel elméleti sikon gyorsabb a lágy keverék, meg hát ott az első részén a pályának egy kicsit ottrottunk kívülre a zöld takonynak, és ott is veszítettünk szerintem legalább másfél-két tizedet. Giorgi megvan, többiek még nem nagyon jöttek. Jó van. Hát én nekem így ennyi elég is volt a második szabad edzésből. Egészségre mindenkinek. Lando Norris vezeti az időmű edzést. De hosszú az Alfának az eleje. Hogy vinnyük. Lila középső szektora jön a Yuki Tsunoda. Közepes keveréken. Hát mi történik? 16 hetes ideje van. Kifinomultan. Mit jön ez a szektor olyan középsen, középen Lila? Nem is javul. Lance Stroll. Jó kis Ferrari. Bottas még csak most menjen körre. Az igen. Jön ki Norris. Ricardo a második egyelőre. Gasly megelőzött minket 8., de csak 3 tizeddel. Na, Stroll, ő már 6 tizeddel. Pont nem 6 tized, hanem 599 ezred. Csodálatos. Ja nem a faszt, 601 ezred. Szomorú vagyok. No nézzük, mi lett a végeredmény. Bottas nyert végül, másik szabad edzésen Hamilton és Verstappen előtt, Perez is odaért a negyedik helyre, ez eddig rendben van, aztán Norris és Ricardo, aztán Sainz és Leclerc, tehát a top 8, sőt a top 10 felválta érkezik, két McLaren, két Mercedes, két Red Bull, két McLaren, két Ferrari, két Aston, és hát sajnos Gasly elválasztotta a két Alpint egymástól. Alonso-tól 5 tizedet kaptunk. Mazepin a 14., megérdemelte. Megérdemelte. Jól van. Ez csinos. Alakul az eredmény, kérem szépen. Valamikor majd össze is áll bizonyára. Ha meg nem, akkor nagyon-nagyon szomorú életünk lesz. Jaj, srác. Hát, mikor folytatódik a Coupe karrier, ez nagyon érdekes kérdés. Valamikor biztosan. És akkor már ugye a harmadik szabad edzéssel, illetve az időmérővel, meg a versennyel. Akkor ha még belefér majd akkor nyilván a többi szabad edzés is még majd, vagy ki tudja mi fog történni. De bárhogyan is, srácok, elérkeztük lassan, de annál biztosabban a mai adás végéhez. Hát Krisztel próbáltunk helytállni, ugye? Különféle külső behatások itt azért negatívan léptek föl, főleg az Zai erősségre értendően. Egy picit túl lettek tolva. Próbálj korrigálni, aztán emberbarátabbá tenni, és hogy majd úgy érezzük, hogy már kellőképpen megvan fel a játék, a tempó se rossz, akkor mehet vissza 110-re. Ja, úgyhogy igazából igen, nem tudom, 105-en talán, 103, 106, az lehet az optimális. Hogyan érezted már magadat, Krisz kollega? Nagyon jó. Azért már úgy érzem, hogy kezdek visszarázódni, de tempó még azért nincs. Szokni kell a játékot nagyon. Ja. És akkor most hogy fogja neked kézni heted? Akkor elkezd gyakorolni kamionra? Hát most mindenképpen a kamionra. Én szerintem kópozáshoz most nem is nagyon szeretnék csatlakozni, úgyhogy majd szerintem az egyéni programjaid lesznek műsorom. Ja, megeshet. Hát aztán majd hétvége fele. Szerda este lesz a futam. Aztán majd összedumálunk. Lehet, hogy éppen, hogyha úgy érünk rá, akkor csütörtökön tudjuk folytatni. Hát ugye a szerdai futam után jön a visszaszoktatós forma egy ismételten. Hát nem lesz unalmas heted, akkor ez szinte egészen biztos.
Hát akkor Krisz szavaiból ítélve, ebből valószínűleg csütörtök, péntek, szombat, vasárnap lesz valamikor. Aztán akkor majd meglátjuk, hogy hogyan fognak alakulni az ottani dolgok, srácok. Nagyon szépen köszönöm Krisz nevében is, hogy ennyien itt voltatok most is, és kitartottatok a végsőkig. Szurkolásatokkal biztattátok a jó népet, szerény személyünket. Úgyhogy, ja, találkozunk akkor egymással még a héten valamikor, sima házos karrier keretein belül. Aztán akkor majd Krisszel visszatérünk kópozni a hét vége fele, a hét második részében egészen biztosan. Köszönöm szépen Krisznek, hogy itt volt, és hát akkor jó versenyzést kívánunk neki a kamionos versenyre. Veressednek ezerrel. Köszönöm. Na jó, srácok, vigyázzatok magatokra, jó Forma 1 nézést, jó szurkolást, mindenféleképpen jó hétvégét, még ami hátra van belőle. Pusszantás, szervusztok! Hello mindenkinek!